Sziasztok, kedves filmbarátok, hallgatok, Ez itt egy újabb Express adás. Szeretném köszönteni a műsorvezető társaimat, Sirint, Sziasztok! és Szőlőskei Gábort. Sziasztok! Mint halljátok, ez az, újra itt van az aranycsapat. Freddy nincs, mert nem Star Warsról van szó. <gül> <gül> Igen. Annak ellenére, hogy Freddy sokkal jobban kedveli a trónokarcát, vagy legalábbis a trónokarca sztoriát, mint a Star Wars-t, és még így sem nézi ezt, úgyhogy nem mindegy. Elfoglalt ember. Á, ja, ja, ja. És nem is hogy... szerepel benne Arnold Schwarzenegger. De hát, mint tudjuk, Freddy az a, a YouTube algoritmusra van ráva, csak a legfontosabb kontentekkel foglalkozik, hát hm. ő áptudéjt legyen, igen, és karatekönyök legyen meg, számomra. ez érdekli. Igen, úgyhogy hát, mint ahogy már meg is pedzegettem, uh, trónokharca tematika lesz, viszont ugye a spin-off sorozatnak a második évadáról fogunk itt nektek beszélni. Az elsőről is készítettünk szerintem, emlékeim szerint kiveszélőt. Igen. Jó, emlékszem? emlékszem. Bizony, két évvel bizony. előtt, így-így. Úgyhogy hát, most akkor ez is egy olyan sorozat lesz, ami így teljes egészében le lesz fedve nálunk, uh, júniusban, júniusban indult el ugye a második, Igen. A, a sorozatnak június 16-án, vagy Magyarországon június 17-én, ugye hétfő hajnalonként uh, jött, és augusztus uh, elején ért véget a második év, vagy nyolc epizóddal. Uh, igazából me megkaptuk a kis... Uh, Sárkányokháza adagunkat. Ez egy rövidebb évad volt, mint az első, ugyanis az tíz epizód volt. Uh -huh. uh, itt pedig hát nyolcat kaptunk. Uh, igazából ugye én ezen általában nem szoktam háborogni, hogyha amúgy meg az, az epizódok amúgy kellően hosszú Itt pedig arra azért nem nagyon lehetett panaszkodni, meg mondjuk van is valami uh, ötlet, amit el akarnak mesélni. Mondhatjuk, hogy hát a sorozat, teljes Sárkányokháza sorozat felét akkor már láttuk is. Uh -huh. mert most már official, hogy a harmadik évad az ugye Készül, jövőre fogják talán forgatni ö, évelején, és berendelésre került a negyedik évad is, és azzal véget is ér a sorozat, vagy ahogy a sorozatján kint szokták élni, is a sorozatot a negyedik évaddal, <laughs> hogy triggereljük az embereket, az nem kasza, így akarták, hogy vége legyen. Tök mindegy, igazából most csak címkézik a dolgokat, de igen, véget fog érni a Sárkányok háza a a negyedik évaddal. Úgy hallottam, az Andort is kaszálják a második évad után. E, igen. Ú, ú, Pedig igen. az tök jó volt. Durva. És értem. Igen. De ott is szerencsék volt az, hogy nem várták meg a nézettséget. Azt azt hiszem, le... Meg se várják a második évadot. Ennek az azt hiszem vagy... lesz belőle egy filmlezárás. Ja, lehet, lehet. Úgy hívják, hogy Zsivány egyes. Igen, igen. A, 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 nagyon élelmesek azok már talán megtalálhatják a leakelt verziót a történet végének, de igen. Nem, mert ez Star wars az, hogy össze visszaadják ki, nem? Jó, vagyok, ez jogos, ez a Lucas Legacy, ez így visszaköszönt tényleg még a Disney stratégiában is, úgyhogy Na, meg volt a tényleg sok-sok Star Wars említésünk. Vissza a sárkányokházához. Ugye a második évad, ugye ez, egy, ez nem is HBO sorozat elvéd, hanem ez egy HBO mag, vagy Max sorozat, tehát hogy elvileg ugye oda készül, nem feltétlenül HBO. Uh, és uh, hasonló uh, kreatív uh, stábbal készült, ugye, mint az első, tehát a, a showrunner az ugyanúgy a, a Ryan G. candle volt, viszont ő már itt, hát így kvázi egyedül maradt, ugyanis Miguel Szaposnik kipattant az első évad végén, nem sok információ. Valaki fölkapcsolta a villanyt és elszaladt. Lehet, lehet, hogy már így izé, vagy valaki csak egy, egy órát akart éjszaka forgatni, és ő ilyen PTSD-t kapott a, a Winterfell-i csata után, és izé, <laughs> ö, menekülre fogta, minden esetre ő kiszállt. Ö, ugye hát inkább ilyen rendezői feladatokat látott el elsősorban, de tényleg ugye nagyon-nagyon kiemelt kreatív ö, pozícióban tetszelget, de ö, azt mondta, hogy nem akarja az életét teljesen így a trónok arcára áldozni, hogy a karrierét ugye azért eléggé szépen feljött ezekkel a sorozatokkal, elég nagyot villantott, úgyhogy inkább szeretne valami sajátot alkotni, vagy ö, akár a nagy vászonra betörni, de jelenleg amúgy nem tudok ö, filmes projektjéről. Ö, minden esetre az ő helyére érkezett Ellen Taylor, és ugye hát egy elég veterán trónokharcás, ő még, még ez Szaposnik előtt is már ö, beköszönt, ugye már a második évadban is rendezett, meg hát egy pár másik filmet, amiben nem volt sok köszönet, ö, legalábbis az én részemről, de, de, amúgy így, így, ilyen trónokharcás berkekben szerintem általában jól vizsgázott úgy, úgyhogy én amúgy nem bántam hogy, hogyha már valakinek jönnie kell a szaposnikeire, helyére, akkor az lehet mondjuk az Ellen Taylor, és végül is ők ö, szülték meg ezt a második évadot. A rendezésre nem hiszem, hogy volt gond. Nem, nem, tehát hogy abszolút amúgy voltak itt flashy dolgok is, kreatív dolgok is, bár mondjuk pont az Ellen Taylor mondjuk jó munkát végzett ugye az évad egyik kiemelt epizódjával, de mégsem ő volt az én szememben az MVP, de akkor erre majd ki fogunk térni még a, a későbbiekben. A vissza tudok emlékezni, azért eléggé pozitív volt az első évadnak a fogadtatása. Mi szerettük, úgy emlékszem. Igen. Úgyhogy szerintem azért úgy eléggé ö, ö, nagy szívvel és örömmel fogadtuk a második évadot, ugye ezt a sorozatot nem is nagyon érintette a, a hollywoodi sztrájkok, -ok, mert, mert, hogy az írás akkor már be volt fejezve, annyi volt, hogy ugye a, a showrunner nem lehetett jelen a, a forgatáson, ö, és viszont a színészek dolgozhattak, mert nagy rész brit színészek vannak, ugye ez a, ez a csodája annak, hogy, ö, hogy ugye itt főleg egy ilyen európai ö, Folklorhoz közelítő történetet mesélnek, egy nagyrészt angol színészekkel van tele, akik nem részei az amerikai színészéknek, úgyhogy ebből a szempontból nem voltak a akadályozva a premier, és nem volt érintve a sorozatnak a bemutatása. Maximum ugye tényleg a során erőknek a hiánya szarhatott ebbe bele. Minden esetre tényleg elkészült. És akkor így oda is fordulok, mondjuk akkor Sirinhez, hogy te, neked milyen élmény volt ez a második évad? Akár relációba tehát az első évadon is, hogy mondjuk ahhoz képest, hogy tetszett, vagy pedig, hogyha önállóan nézed, hogy mennyire szórakoztál jól ezen az évadon. Hát figyelj, ez mondjuk úgy, hogy az első évad ugye azzal, hogy azért az elég nagyot vállalt, tehát hogy nem a legegyszerűbb részén meg ezt a történetet, mert megállás nélkül ugye ugráltak az időkben, több ö, egy szereplőre, több színészt ugye mozgatni kellett a fiatal meg az idősekkel, és ezt az egészet koherensen átadni, és ö, ehhez képest szerintem brilliánsan megoldották, és így nagyon jó első évadot kaptunk. Nagyon-nagyon sok ígérettel a következő évadra, mert hát ugye nem tudom, Ti, hogy emlékeztek rá. Ne, nekem az rémlik, hogy amikor az véget ért, akkor mindenki így föl volt. Ezért, hogy ugh, kemény volt, felvezettük, és jön a, a, a tánca a sárkányoknak, és háború lesz, és yeah. új, 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 új. És akkor most ide érkeztünk a második évadba, és hát, hát azért a, a sárkányoknak a tánca az így nyomokban található. Sárkányokat nyomokban tartalmazó vagy felhasználó üzemben készült a második évad. És akkor nyomokban sárkányokat tartalmazhat. Igen, tehát hogy igen, ez sárkányok háza. Ez ilyen sárkányok táncpróbája voltak. Igen, leginkább. A sárkányok elmentek kiválasztani a zenét az esti bulihoz. Része volt, és nyilván volt jelenet, meg történés, ami ami miatt érdemes volt végignézni talán, de hát összességében szerintem nagyon nagy lebőgés volt, tehát hogy nagyon keveset váltott be abból az ígéretből, amit az első évad ugye hozott, nem voltak olyan alakítások, mint pedig konsz konszidájnak, igen, tehát hogy nem voltak meg azok a, azok a karaktermomentumok se, inkább mindenki csak így üldögélt, így, így malmozott, várta, hogy majd történik valaki, va valami. Volt egy-két ilyen nem tudom, story beat, amit ö, úgy nem tudom, eljátszottunk négyszer-ötször ez alatt a nyolc rész alatt. Leginkább itt most a, a feketék oldalára gondolok, rányérekre, akik a ülnek ott a szigeten, és, és Reiner az nagyon, nagyon ki van akadva, hogy mindenki genyó vele, és hogy, hogy nem tudja, hogy mit csináljon, és ezt nem tudom, szerintem tényleg négy, vagy öt, vagy hat részben mindig benne volt az epizódba újra és újra és újra. Tehát voltak ilyen momentumai az évadnak, sajnos több is, nem csak nála. Ugye Démon is hát, játszotta a Luigi's Mansion-t, és, próbáltak ott kihúzni belőle valamilyen félig, ilyen kicsit horrorisztikus, pszichedelikus, nem tudom én micsodát, tehát azt is ilyen eléggé gyerlángon, ami sárkányoktól hát elég gyenge teljesítmény. Úgyhogy hát, ha ez lett volna az első év, akkor lehet, hogy csak nem tudom, úgy folytattam volna, hogy, hogy jó, hát a trónok harcát végig szenvedtük, akkor nézzük már ezt is végig, de ha az első évad nem lenne, akkor akkor itt a harmadik, négyedik évadnak nem lenne szerintem helye egyelőre. Ez alapján az évad alapján. Gábor? Öh, igen, ilyesmi. Nálam is. Hát a, az első évad nálam, nálam ugye a végére indult be igazán, tehát amikor itt tényleg átjött ez a, ez a harca jobb pillanatait öh, idéző öh, feeling, és... És atmoszféra, történések, stb. Tehát hogy tényleg így a végére, úgy nagyon kifort nekem is, és valóban jól oldották meg az átó az időugrást is. meg a színészeket is megszoktuk a, a, a végére, az első év, a végére. az, Azért is volt ugye hosszabb, hogy tíz epizódos, mert öt-öt részt szenteltek a, a régi és az újabb, vagy hát a, a későbbi időszaknak. De hát ott az nagyon, az nagyon szövevényes volt, tehát nagyon sok karakter, nagy időugrások, hirtelen már nem tudom hány gyerek, az már megint mekkora, nehéz volt követni konkrétan, hát a nevek sem segítenek, ugye mert mindegyik név nagyon-nagyon hasonlít -nagyon a másikra. Réna, Renira, meg Rénira, Rénis, 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 Réna, Igen, tehát, hogy tényleg így. Émond, Egon, minden van itt. És, de ugye a vége nagyjából úgy kikristályosodtak a dolgok, úgy megszoktuk. Azért most a második év az előtt nekem meg kellett néznem egy, egy, egy ilyen vormapot, vagy hát egy ilyen visszaidézést, hogy hogy is volt, mert már annyira nem emlékeztem konkrétan, hogy hol tartunk, meg arra emlékeztem, hogy ja igen, hogy ha esetleg valaki tűz filmbarátok express hallgató, annak azért elmondjuk, hogy spoileresen <laughs> beszélgetünk a az évadokról, szóval érdemes csak akkor hallgatni minket, ha már láttátok az évadot, mert mindenbe belemegyünk. Vagy hát így szoktuk. Szóval az első évad végén, ugye, amikor megöli Émond az a kisebbik fiát, most a neve hirtelen jut eszembe, Lucas, Luke, 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 igen. Luke. volt ez, nem? Igen, de hogy Luke-nak Ja, igen. igen. Lusseris, de Luke-nak hívták, igen. Az, az már cink, hogyha ők is rájönnek. <laughs> Kicsit tudjuk mondani. Na jó, luk. És, és hát ugye ezt eléggé felhergelte, mint Réni rát, ugye? Nagyon jó kis alakítással, hogy így nézett, eléggé keményen összetörten, hogy akkor most olyan bosszút áll, mint az állat, és hát mi is nagyon vártuk, hogy akkor mi lesz ez a bosszú, uh, meg hogy akkor innen hogy, hogy indul az egész. És hát valóban ez volt tényleg az ígéret, hogy itt most az alkotóktól is olvastam interjúkat, amiben mondták, hogy fú, hát ebben a részben ez sokkal több akció lesz, mint az elsőben volt, meg, meg sokkal több sárkány, meg, meg itt hatalmas összecsapások, meg stb. Tehát, hogy, és hogy sokkal lineárisabb lesz az első évadnak a, a csapongó idő -oda, időben ide-oda ugráló dolog. Ugye itt már adott volt az időség, itt már nem kellett új színészeket keresni, úgyhogy maradt Emma Darcy, Olivia Cook a főbb szerepekben, és hát itt ki is tudtak jobban teljesedni ebben az évadban. Összességében egyébként inkább egy vannak benne események, vannak benne jó pillanatok, tényleg vannak benne izgalmas részek, nagyon látványos részek, de továbbra is egy felvezetés látunk. Tehát a második évad is szerintem egy sima felvezetés arra, amit a harmadikban, vagy a negyedikben. Ezek után már nem tudom azt mondani, hogy feltétlenül, hogy a harmadikban látni fogunk. Szóval van az egésznek még továbbra is egy ilyen, egy ilyen felspannoló, felkészítő hangulata, és ez valóban sokakban szerintem csalódottságot mutat majd, hiszen további két évet kell várni minimum arra, hogy lássuk a folytatást. Tehát, hogy ha én lettem volna a során, azért itt van mi nagyobbat. Tehát, amikor két éveket várunk egy-egy évadra, és mondjuk négy évadban számolok, azért valami nagyobbal próbálok előállni, mint amit itt láttunk. Tehát a negyedik részben itt megtörténik a az a, a nagy csata, a nagy, tehát tényleg az a rész, ami általában Hát a kilencedik szokott lenni, hogyha a trónok harc tematikát nézzük. Az utolsó előtti rész szokott lenni egy ilyen fú mindent, egy sokkoló, egy nagyot dobó rész, és az utolsó általában egy elevezetés. Itt már ezt a negyedikben ellövik, tehát utána már nagyobbat nem fogunk látni, de még azért történnek jó dolgok. Az utolsó előttiben az itt is vannak jó, jó, van, egy, van egy jó része, ami, ami nekem is nagyon tetszett, meg hát amire kimegy az egész de összességében valóban ez, ezt úgy kell elkönyvelni, ezt az évadot, hogy továbbra is egy ilyen felkészítő rész. Egyeseket például szerintem a legnagyobb közönség kedvencet, Démon targaryen eléggé parkoló pályára tette ez az évad, Matt Smith is nyilatkozta, hogy ő annyira nem szerette <gül> <gül> ezt a, ezt a cselekmény amit ő kapott, mert hogy nem tudott együtt dolgozni a, a, a spanyaival, meg a többi színésszel, meg hogy Démon itt még nem tudott kiteljesedni egyáltalán, sőt, úgyhogy reméletileg majd a következőben már jobb szerepet kap, mert őt pont őt tették így, kicsit így félre söpörve, egy ilyen érdekes. Egyébként a karaktert jobban bemutató szállat, de úgy igazán nem érdekes, tehát inkább így ezt tudom mondani róla. Szóval egyébként meg lehetett nézni, az elsőnél nem jobb, ez kétségtelen, lineárisabb, könnyebb követni, vannak benne nagyon jó látványos dolgok, akkor majd megyünk részletesebben bele. De de várjuk még mindig azt, hogy mi, mi, lesz az a, mi lesz az az Évad, vagy rész, vagy nem tudom az, ami, ami majd a sárkányok házát is igazán a trónokharca jobb ö, Évadainak szintjére emeli, mert azt még nem kaptuk meg. Azért azt emelném ki két dolgot. Az egyik az, hogy amit mondasz, igazából az oda nem ért még el a sorozat, ami miatt azt mondanád, hogy ezért volt érdemes a, ezt a sorozatot megcsinálni. Igen. Tehát, hogy van egy elképzelésünk arról, hogy mi fog itt talán kisülni, és hogy az milyen kereteket fog kapni, és akkor majd itt lesz dirdó csicsat meg cselszövés, de hát még messze vagyunk ettől, és ezt még nem kaptuk meg így a második évadnak a végén, ami hát nem tudom, nem vagyok sorozatkészítő, de hát azért lehet, hogy... Kicsit próbáltam volna már közeledni. A második pedig az, hogy mind a két évad ugyanazzal zárult le. Hogy Rainira elhatározta, hogy háború lesz. Igen. És hogy ott van mellette démon, és hogy meghaltak gyerek. És hogy jöhet a következő évad. Igen, hasonló. Egy kicsit én eközben közben, idézőjelben, e évad ez. Tehát, hogy van két nagy esemény, és akkor közte ez van, ami sokat nem visz előre a cselekményem, vannak karakterek, akik meghalnak, vannak újabb karakterek, akik bejönnek, uh, kiderülnek dolgok, stb., de hogy igazán a sztoriban nem nagyon haladunk előre, és, és uh, nagyjából ott vagyunk, ahol az első végén. Jó, hát még azt se tudták megjátszani, mert az, az, mondjuk tényleg egy, amikor a negyedik részben ugye van a nagy csata, és uh, és akkor ott Émond kimutatja a foga fehérjét, és hát nem feltétlenül az ellenség felé, hanem a, hanem a, saját háza táján is ármánykodik, konkrétan neki támad a saját öcsének, és megpróbálja megölni. A királyt, ez nem jön össze, és én akkor azt hittem, hogy jó, akkor ez az, egyéb az kisek fej végre akkor megfetszent, akkor lássunk egy, egy potens vezetőt a feketéknél is, hát pszichopatának pszichopata ugyanúgy, de ő legalább okos is, <laughs> és erre még, még, még csak ezt sem játszották meg, hogy meghal Egon, hanem, hanem is túléli, csak igen, csak le van rottyanva, ettől függetlenül régensként élmondát veszi a hatalmat, és és, és azt, na, azt gondoltam, hogy na, itt lesz valami nagy változás, egy nagy fordulat, itt teljesen megváltoznak majd az erőviszonyok. Jobban fog belemenni a, a támadásba, nem tudom, az egészbe, de aztán végül is még mind ezt se kaptuk meg a, a, következő négy epizódban még, ami hátra Én felírtam egy olyat még, hogy, hogy ugye trónok harca, sárkányok háza, tehát hogy így végülis trónok azok vannak, így mennyiségileg, harc az így eléggé gyéren, a házakat azt mondom, hogy oké, valahova rakni kell azokat a trónokat, és a sárkányok is csak úgy elenyészően. Tehát, hogy eddig nem sok pont nem sikerült beváltani a, a hát, a legalább. Itt azért sárkányból többet kaptunk szerint. Megismertük. Itt már, itt már egy hét sárkány, vagy mennyi így összegyűlt a, a Rén, csak a réni ráéknál az évad végére. Mindegyik név szerint, meg mindegyik lovassal együtt. És itt tényleg ilyen változatosak is voltak. Tehát, hogy sárkány most tényleg talán most van a legtöbb, mint amit eddig az egész franchise-ban lehetett látni, az kétségtelen, úgy az igazán nagy összeresztés, mert még várunk. Viszont a Gergő még nem mondta el, hogy neki hogy tetszett összességében a második évad. Hát én ugye, ez szinte szokás szerint, ugye már egy másik podcast, egy epizódról epizódra végigvettem ezt a sorozatot, hogyha egy nagyon-nagyon bőven akarjátok hallani, akkor a tyúnapnál szétnézhettek, és akkor ott, ott az egy nagyon-nagyon, hát sokrétű kibeszélés, itt nyilván tényleg a Gábor meg a Sirin az érdekesebb, de nyilván azért én is hozzáteszem itt a magamét. Én összességében amúgy elvoltam ezzel a sorozattal még mindig, vagy ezzel az évaddal, mert amúgy az, amit valahol vállalt, tehát, hogy amiről nekem valamennyire így az egész Westeroszi történet szól, az amúgy benne volt. Tehát, hogy itt voltak ezek a nagyon-nagyon diszfunkcionális ö, családok, ezek a borzasztóan traumatizált, és amúgy vezetése teljesen alkalmatlan uralkodók, ö, a folyamatos állmány és igen. intrika. Csak pszichopatákat tud szülni a az... Eliszent is. Igen. Ja igen egy, nem. Egy, egy, nem, az pont nincs ott. nem, még, de... még. Igen, még. A kedves. De, de pont az nem ugye, akit nem ő nevelt kb. Tehát, igen. Hogy amúgy biztos vagyok az Eliszent, ez egy, ez egy borzalmas, az anya. Szóra. Igen, valószínűleg. Mert megbukott. Úgyhogy úgy, hogy, úgy hogy amúgy neki azért még bűnhödnie kell valamennyit, de de szóval szerintem ez is jelen van, ez a fantasy mentes, de mégis fantasy történet, tehát azért ugye azért vannak látomások, vannak azért mondjuk a mi valóságunktól elrugaszkodott lények is akár, be, be, újra megjelenik a három szemű Az is megjelenik, tehát ugye azért uh. egy picit úgy belengedték a, ugye a fősorozatot is, a, ami hát ez Igen, egy pozitívum, ki. szerintetek? A meg, meg a Tehát, fal is. Hát, én, hogy emlékeztettek én, minket a Game of Thrones-ra? Mert... Én igazából, tudod, nem bántam, mert, mert valahol amúgy pont, amikor ez az emlékeztet, ez egész emlékeztetés bejött, az egy új területre terelte a démont. És emiatt amúgy én úgy éreztem, hogy amúgy ennek van funkciója azon túl, hogy amúgy megpróbálnak amúgy három újjal felnyúlni minden rajongónak. Nem tudom, nekem kicsit ilyen, ilyen gáz érzésem van tőle, hogy nem kell emlékeztetni, vagy nem tudom, nem érzem jónak annak, hogy erre ráhúzzák azt, hogy ennek azért kell megtörténnie, hogy beteljesüljön a jóslat, ami egy nagy kutyaszar volt a végén. Hát az igazából mindegy. Tehát hogy ugye nem az a fontos csak, ugye tényleg az van, hogy ugye itt mindenki a saját pecsényét sütögeti, mindenki de a saját érdekét akarja érvényesíteni, és nem sokan vannak, akik amúgy tényleg a, a nagyobb jó érdekében cselekszenek, hanem mindenki azért, mert nekem ezt megígérték, nekem ez jár, stb. stb. alapon van, és igazából senki nem foglalkozik azzal, hogy mi lesz. Akkor, amikor mondjuk már nem csak a mi kis személyes ellentéteink ö, fognak számítani az univerzum alakulásában, hanem jönni fog valami tőlünk független ö, konfliktus vagy fenyegetés, a globális felmelegedés, vagy itt a globális lehűlés ö, ebben, a, ebben a történetben. És én amúgy ezt kedveltem. Ö, meg nem, nem, nyomták túl, nem? Tehát, hogy ezt a, ezt esetleges trónok -ok arcára vadó idézgetést, például az elején nekem kifejezetten ö, tetszett, vagy hát ilyen jó, 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 volt, hogy így deresben indítunk egy jelenet erejéig, és, és jó volt újra látni egy kicsit. Igen, és hogy... hogy Töltöttem nem... volna több időt ott. Ja, 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 Hát ugye így a falon tényleg ott valamennyit láttunk, ez szerintem teljesen rendben volt. Persze voltak dolgok, amik kifejezetten zavartak, és van, amik később sem lett megváltva. Tehát az egyik ugye ez a Hát a Corliss Baz meg ezt kikészítette. Ez egy, kikötőben beszélgetett a, a, megegyezhetetlen nevű gyerekeivel, fatjaival és én totál a legegyszerűbb nevű gyerekei, Edem és Elin. Tehát, hogy... Hogy milyen nevű? Nekik volt a legegyszerűbb nevük az összes közül. De én már elfelejtettem. Most már én is. Adam és Alin. Na, most már tudom. de Csak két éve. Hogy ezzel, ezzel például nagyon kínlódtam, és azért nem is volt belőle kevés, sajnos. Én azt hittem, hogy legalább tudod, a, a, a Rénisznek a, a, a halála az mondjuk majd meg fog benne indítani valamit, de igazából az nem volt sok. A démon is, ö, ugye ő volt a másik ilyen nagy szálka, úgy általában nézőknek a szemében, és amúgy jogosan, tehát azért tényleg, ezt azért szerintem egy epizódban amúgy bele lehetett volna, amúgy sűríteni. Persze amúgy értettem, hogy ugye ilyen storywise szempontból mit akartak ugye megmutatni, meg mit akartak érzékeltetni vele a kapcsolatban. Igen. És ezt én valamennyire megbocsájtottam az éjszak-éjszak év, éjszak? évad végére, megtanulok beszélni elnézést. Mert hogy a, a démon végre megérkezett, én úgy éreztem. Tehát, hogy a démon az végre meghozott egy döntést, a démon most már ö, akar valamit, ö, és van valami eszme, ami számít neki, és nem csak az, hogy én, én, én. Mert ugye egy ilyen borzasztóan egocentrikus, kisgyermeki világnézetten nyomta végig az egész sorozatot, és akkor most... Ugye eléggé meghasonlott magával, ugye magára is maradt, és, és azért egy picit úgy számot kellett vetnie a saját dolgaival, és végül ő, ő valahova tart végre az évad végére. Ez nagyon nagy lelkű és szinte pazarló volt, hogy megoldották a készítők, de ez legalább vezetett valahova. A korliszt a még mindig nem értem, <laughs> például, úgyhogy azt, azt nem tudtam elnézni. Ő is áldozatul esett annak, egyiknek nagyon sok szereplő, hogy volt egy darab konfliktusa az egész évadban, és azt újra és újra eljátszották. Uh -huh. Újra és újra odament a fatyaihoz újra és újra Igen. nem fogadta el őket. Végére most be, beolvasott neki, Igen. aztán ennyi. De ez is egy olyan, hogy ez is egy epizódos, bőven belefért egy epizódba, mint a, a démonnak is a, a szenvedése ott a... a Igen. Ott a, a bolond, bolondozással, hogy most meg van bolondulva, nincs meg bolondulva, fél, hogy mérgezik, de a másik csajtól a nem tudom én milyen véres drogot azt azonnal legyen, Tehát, ilyen teljesen logikátlan volt az egész. És nyilván teljesen jó lett volna, hogyha, ha erre nem cseszünk el egy egész évadot. Abszolút, tehát hogy ez, ez szerintem teljesen jogos, viszont a sorozatban meg ott voltak ezek a mondjuk azok a karakterek, akiket én nagyon kedveltem, tehát ugye a Larissa az még mindig ez, ez, az, az egy, az, egy, magasan ragyogó sekfej ennek az izés a... Hát ez a, ez én... a sárkányokház a kis újja, csak kevésbé harsány, de igen. Hát igen, de hogy itt az színész basszus, tehát már csak egy tekintette más, egy lesütött homlokkal, tehát, hogy, hogy fantasztikus ez a csávó. Patkány király. Igen, én annyira szeretem, és hogy én annyira szeretném, hogy ez a csávó még évtizedekig ott legyen a vászban, és különböző szerepeket kapjon, és mindegyik ilyen legyen. Ő, tájka, ő legyen typecastolva, és mindig ilyen legyen. Ez nem érdekel. Meg hát a, az mondtól is ki vagyok még mindig. Ez, ez, ez meg ez a... Ez ő... ez a hiper erőszakos, és amúgy jóval kompetensebb Joffrey valahol. Igen, tehát igen. Hogy, 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 ezt is én nagyon-nagyon én szeretem, az is, hogy ő azért, ő neki azért voltak villanásai ebben az évadban, tehát ő azért csinál dolgokat. A Renira szegény egy kicsit úgy, úgy egy helyben toporgott, de azért a színésznő az még mindig. Na jó volt. Mindig nagyon-nagyon meg. Nekem ő, ő jobb, még ilyen jót játszott nagyon az Emma Darcy. Igen, és amikor ugye meg, volt, meg volt ugye az ő nagy közös jelentők az Eliszentel a harmadik epizód végén, azt hiszem a harmadik epizód vége volt, az például lehet, hogy az év egyik leg, legnagyobb pillanata volt számomra, mert az is egy olyan dolog volt, uh -huh. ami érlelődött már nagyon-nagyon régóta, az a beszélgetés, és nagyon sok mindent sejtetett, nagyon sok mindent megmutatott, és nagyon szép irányba mutatott, úgyhogy tényleg voltak itt szerintem tök király dolgok, de ugyanakkor azért... Azok a nagy, nagy, nagy nagy kirobbanó érzések, amik néha azért elöntnek más sorozatoknál, az itt nem feltétlenül jött be, de én engem főleg így, hogy azért tudjuk, hogy azért nem lesz olyan iszonyatos módon túlhúzva. Négy évad van, én erre most már maradok. Legyen bár Ja, persze, én is. Persze, én is. végig fogjuk nézni. Még nézzük hát nem a kérdést. Plusz ugye gondolom azért is, vagy hát nem feltétlenül ezt akarják most ilyen nagyon sok évadosra húzni, mert hogy jön a másik ö, Mit mondott Martin, hogy sorozat? valami tíz darab izé, sorozat van készítési fázisban? Hát szerintem már legalább vagy 30 szal megpróbálkoztak amúgy, amiről ugye itt beszéltek, hogy most már tudjuk, hogy a Havas az sorozat az off, az, azt nem tudták összehozni, volt egy másik... Mit már, forgattak is, a Naomi watts Egy pilot epizódot forgattak, de az elvileg nem ütötte meg a, a lécet. Uh, hát ugye most ez a... Night of the Seven Kingdoms. Jön. Igen, a, azt forgat. Az már, igen. Abból már mutattak képeket, tehát hogy ez el fog készülni mindenképpen. Uh, az, és az még, ez mindig, az, az még, mindig, az még mindig előzmény sorozat, ugye? Tehát az De még a az... Mindig... és a Selekanyok háza közötti időbe játszódik. Igen, valami tudom. pár évtizeddel korábban, uh -huh. hát 90 évvel, nem akarok hülyeséget. Night of the minden. Seven Kingdom nem hogy csak, hogy forgatják, hanem hát abban kijött egy tízer. Nem? Szerintem az nem nyilvános, azt lehet, hogy csak izé. Akkor jön arról lemaradtál? A, a... Valamikonon, talán. Igen? Igen. Ez ja, lehet. Hogy igen. Tehát, hogy fénykép az biztos volt. A egy fénykép ilyen, van, igen. Egy ilyen official uh, forgatási kiadott promókép, egy olyat láttunk, videót én nem. De, de nem mondom a sirén, hogy hazudsz, vagy tévedsz, mert nem, nem tudom, fix. Az izén van fönt, a, hm. a hivatalos Mexis izén. Tényleg? egy ilyen vertikál videós izé. Ja, lehet, hogy amikor így leadták, TikTok hogy mi várhatunk, vagy őre, és akkor abban volt egy pár pillanatos. Ja, lehet, akkor egy pár másod lehet, másod hogy onnan az van. Szóval van. Hat, azt elképzelhetetlennek. De igen, az, az fixen készül. De ugye még hogy valami animáción is dolgoznak talán. Slipping Jimmy. Igen, például, az vagyok lehetne. Sleeping Laris. Uh, hasz. vagy tényleg ő kapna egy ilyen egyszerre előzmény és folytatás sorozatot, az, az ké... Vagy így a külön kis kalandjaik ugye az Egonnal, hogy ők menekültek az évad végén, uh, az vicces lenne. Na mindegy. Szóval jövőre sem maradunk trónok harca nélkül, igazából ez a lényeg, tehát nem kell megvárni a sárkányok a más, a harmadik évadát 26-ban, mert 25-ben jön a Night of the Seven Kingdoms első évada. Uh -huh, igen, úgyhogy szerintem azért, hogy nem lesz rossz nekünk, hogy a tényleg 26 előtt nem fogjuk látni a harmadik Sárkányok háza évadot, és akkor gondolom 27-ben meg, akkor jön a finálé, és akkor majd meglátjuk, hogy mennyi értelme volt ennek az évadnak. Én ezt egy kicsit úgy éreztem amúgy ezen az évadon, mint hogy ez egy ilyen probléma megoldó évad lett volna, hogy felmerült, hogy oké, okay, hogy a, a Reni, Reni rájék ugye kiszorultak egy kicsit úgy ugye a, a kontinensnek a szélére, és hogy igazából számottevő földi hadseregük nincsen, igazából magán tényleg a, a kontinensen nincsen, semmilyen befolyásuk kb. csak azon a pár területen, amik vannak. Van néhány sárkányuk, oké, de még azzal sem Ö, vannak erőfölényben, mert ugye a legnagyobb az még mindig a, az egonlábai között van. Én és, uh -huh. és azt most nem képes, És láthattuk is sajnos az évad során, hogy mi van Egon lábai között. Igen, azt is megélhettük, úgyhogy... Émont. Uh, Émont, ez... bocsánat. Igen, Émond. igen, igen. Azért mondom, mondani. hát vagy ki tudja ezt. Na. Kurva nevek össze vannak itt <laughs> izékeverve. Na mindegy, és uh, szóval azt meg kellett oldani, ugye a démon pr problémát meg kellett oldani, ugye... Uh, de tényleg ugye a, a fattyak problémáját ki kellett bogozni, mit tudom én, akkor a, ja. a, az egonnak a problémáját ki kellett bogozni, hogy egy ilyen tök alkalmatlan gyerek mit fogott csinálni, hogy az Eliszent és a Renirának is ugye a kapcsolatával is elkezdtek ö, valamit foglalkozni, úgyhogy igazából tényleg ez mint, hogy csak így gyomláltak volna egy előre, lecsiszolták volna a kis egyenetlen felületeket a, a sorozatot, meg ugye gazdát megnevelték a sárkányokat. Szintén, vagy a sárkányok nevelték meg az embereket. Itt lehet, hogy ez egy jobb kifejezés talán. igen, talán leg... igen. Azt akartam mondani, hogy a legérdekesebb story beat ebbe az egészben szerintem az, ami abból fakad, hogy ismerjük a trónok harcát, hogy nincs már egy sárkány se. Itt meg itt van egy valak sárkány, és hogy nyilván előrevetíti, hogy akkor hát itt mindenki meg fog dögleni, hogy mikor érünk el oda. De mondja csak, bocsánat. Nem, én csak annyit, hogy hogy a, hogy a sokáig nem tudtam, hogy mi a francot akarnak ezzel a két uh, szállal, illetve karakterrel. Ugye a. a, bácsa, meg a az a ulf a kocsmás. ja Az ulf Ulfal, meg a. Hogy hívták a. Hiu, nem? Hiu, a, a Hugh, viking. Hugh. <laughs> a igen. Aki úgy néz ki, mint egy viking. Hiu igen. Hogy mi az istenél mutogatják itt, a, ők ilyen köznép. Tehát, hogy mutatják, hogy így a kocsmába, meg ott a szegény, a lánya beteg, és akkor rógyák az utcákat, meg, és tehát ilyen céltalannak tűnt ö, az egész, és már mondtam, hogy most ez mi, mire megy ki? Miért mutatják ezt a két embert ilyen minden részben szinte egy picit, vagy, vagy egy pár jelenet erejéig? És azt tetszett viszont, amire ez kiment. Az, arra, például én nem számítottam, nem tudom nektek ez így, hogy bármilyen szempontból előrevetítette bármi azzal kapcsolatban, hogy ők kik, és és hogy miért lesz fontos szerepük. Ez például nekem egyébként kifejezetten tetszett most a második évadban, hogy hogy, hogy találnak a meglévő sárkányokra, lovast azoknak, akiknek, amelyiknek nincs Hát magában a sorozatból szerintem nem nagyon lehetett kitalálni, ugye itt tudod inkább ilyen ezek a rajongói nézői megszólások, hogy ez pontos lesz később. Hát valószínű, hát azt az gondoltuk, hogy nem csak úgy hogy mutogatják őket. Igen, de hogy, hogy pont erre én sem gondoltam, de amúgy ez nem volt egy rossz ötlet egyáltalán. Meg én ezt viszont kifejezetten értékeltem, hogy Eddig azért, úgy a köznépnek, meg a kisebbnek uh -huh. a dolgait nem látták. Nem nem Tehát a fősorozatban sem igazán. Én szerintem itt a sárkányok házában egy picit jobban rámentek arra, hogy tényleg egy ilyen polgárháborús helyzet mi, mihez tud vezetni. Egyáltalán is, hogy tényleg itt az éhezés az, hogy, hogy ugye ilyen, ilyen, ilyen statárium van szinte, tehát hogy ilyen ö, katonai, katonai erővel tartják fent kb. csak a békét, és hogy végig rabolják, végig fosztogatják a területeket csak azért, hogy meggyengítsenek ö, bizonyos uradalmakat, ugye itt ugye a démon történetére se uh -huh. vagy tényleg, amit ott királyvárban zúgolódtak az emberek, és ott fel is lázadtak egy ponton, hogy tényleg szinte ilyen hangulat alakult ki. Akkor az, hogy mondjuk akkor a Renira ez hogyan fordítja az előnyére azzal, hogy ételt küld, meg ellátmányt küld a, azoknak, akik rászorulnak, és hogy ez szerintem eddig egy ritka madár volt uh -huh. Igen. A, a, ebben a franchise-ban, és én a magam részéről ennek örültem, mert nekem amúgy ezek sokkal érdekesebbek, így ez a, ugye ezeknél az ilyen fantasy történeteknél egy kicsit másfajta dinamikát kell bemutatni, mint ami ez mondjuk mi hozzá vagyunk szokva, és ez nekem izgibb amúgy, mint az, hogy most van még egy csata, vagy van még egy gyilkosság, vagy mit tudom én. Hanem tényleg azt jelenti, hogy egy kicsit olyan élőbbé, lélegzőbbé válik ez az egész, és erre nem bántam, hogy szántak időt a készítők egyáltalán. Én sem, nekem is tetszett ez, hogy kicsit nézzünk azt, hogy milyen hatással van ez a, a, a birodalomra. Tehát, hogy most oké, okay, hogy itt van, vannak ezek a királyi ivadékok, meg fattyak, meg mit tudom én, tehát, hogy itt a, a, az elit, és akkor ők harcolnak a trónér, meg így vannak, de igazából ezt a köznép úgy abból a szempontból leszarja magasról, hogy nekik igazából csak annyi a lényeg, hogy legyen kaja, és amit ők itt a, egymásra csarkodásával töltenek időt, az nekik... Igazából nem jó, feltétlenül, és Különcsi akkor be lennék. tudnak pöccenni, meg stb. És akkor itt is próbálták, hogy itt már van PR, egy kicsit így bejön, hogy hogy, hogy, hogy tudják népszerűvé tenni ezt, vagy azt, vagy azt, vagy azt, erre is próbálnak rámenni. Úgyhogy nekem ez is, igen, ez a része, ezt tetszett, mert ez, így, ez, nem, ez sem, nem nagyon mutogatták egyébként korábban. Kíváncsi ez mennyire kényszerhelyzet, mert most ahogy így néztük a sorozatot, sokszor volt olyan érzésem, hogy ez, ez nagyon hamar el tudna dölni ez a konfliktus, tehát hogy ebbe még akkor van még egy évad, meg utána még egy évad, tehát hogy egy csatával el tudnám képzelni, hogy véget ért, viszont esetleg emiatt, hogy maga a, a királyi konfliktusok, azok ö, eléggé egyértelműeknek nek tűnnek egyelőre. Ö, vajon az, ö, amiatt késztette őket esetleg a készítőket, hogy oké, okay, akkor valamivel még foglalkozni kell pluszban, mert nem szaladhatunk előre a, a fő történetben de hát nyilván az epizódokat ki kell tölteni, és akkor kicsit tudunk többet foglalkozni az egyszerű néppel, a pornéppel, és akkor itt visszajön az, hogy ugye maga a sorozat készítőinek ez egy, ez egy ilyen megoldandó probléma, és emiatt szülb születik egy jó megoldásra, mint ami született, hogy, hogy be tudták kicsit érzéketesebben mutatni ezt az egészet, és, és hogy vajon ez, hogyha maga a sorozat nem tudom, több történet száll lenne, vagy több sztori lenne a fő sztorira, akkor csak azzal foglalkoznának, és ezt elveszítenénk, vagy egyébként is, nem tudom, erre, ezzel foglalkoznának -e ennyit. De minden esetre tök pozitív dolog volt. És amit ki akartam emelni, hogy szerintem az évadnak az egyik ilyen fénypontja, vagy nem tudom, aki a leginkább elrabolta, talán, az nekem a Simon Strong karakter volt, ugye ha, a 3-H-ban az uralkodó, ő, akihez oda ment démon. Nagyon aranyos volt. Aki egy, egy nagyon kis joviális, aranyos bácsika, aki teljesen egy tök normális ember. Ebből a sárkányos... Ebből a, a sárkányos, uralkodós, izé, kiha nem világban, egy ilyen kis pragmatikus, ilyen kis, ilyen, nem tudom, ilyen bácsi a, a úgy képzelem el, hogy a, a nem tudom, a terszámboltban eladó, vagy nem tudom, tehát olyan, olyan borzalmasan, borzalmasan ö, jó gondolkozású, és, és, egyszerű, és, és ö, nem tudom, de, de egyáltalán nem hülye. hülye. Tehát, hogy valahogy kicsit benne volt a karakter, és szerint, hogy ilyen mézesmázos, meg aranyos, meg stb., de, de hogy így, mintha ott lenne azért mögötte, hogy így azért manipulál, meg kiátszik, meg stb. Egyelőre nem. Ismeri a játékot. Ismeri a, a játékot, szájban. és ezt jól csinálja, de, de egyelőre ezt nem mutatták, hogy ez lenne. Tehát, hogy továbbra is a végén is inkább az aggodalma miatt ugye üzent Rénirának. Majd meglátjuk, hogy későbbiekben mi lesz, de, de igen, tehát, hogy tényleg ő tüneményes volt amúgy. És de hogyha már, bocsánat, csak a színész, és hát ezt nem mással, mint veletek kell megvita, vagy meg felhívni a figyelmeteket, nem tudom, nektek feltűnte, de én egy nagyot-nagyot kacagtam hogy a, ebben az évadban szerepel anya és apa is. A harcos gyermekeiből. Igen, igen, őt felismertem a Mind a kettőjüket? A sasvészekbeli uralkodó nő volt, ugye. Igen, a... Lady Jane Erin. Igen, ő volt ugye anya. Amanda Collin volt, az, igen. A meg akkor az Edem. Az Elin, a másik. Zalim az Elin volt. Ő volt az apa, az Abu Bakar Salim. Na, el, ezt viszont nem tudtam. Igen. De Anyát pusztultam a... volna, de nem jöttem rá, hogy honnan ismerős. Én is, ez volt, hogy már ismerős volt az Elin, hogy az Abu Bakar Salim, még a nevét nem néztem meg, csak hogy jaj, de ismerős. Mint hogyha vékonyabbként láttam volna. Majd megjelent a Lady Jane Erin, Úristenő ő meg rohadt ismerős, de miben? És vele nem jöttem rá, úgyhogy meg kellett néznem a, a az IMDB-n, hogy kiátsza a Lady Jane Erint, és így Amanda Collins, úristen, ez az anya. És akkor ugrott be, hogy az elint meg az apa. Fantasztikus. Hát úgy tűnik, hogy megéri úgy a max dolgozni, Igen. mert ugye a, a Race by Wolves is Max-sorozat volt, és a sárkányok Na, az azt is elkaszálták. az. elkaszálták az, igen, annak vége sajnos. Az tényleg, igen, sajnos. itt tovább élt, mondjuk így azt hittem, hogy, az, hogy itt anya felbukkant, hogy na, akkor lesz neki valami nagy szerepe, is, hát nem. annyira nem. Lehet, hogy majd még később esetleg mit te alkalmazni fogják később évadokban, de én azt hittem, hogy lesz ott valami nagy kavarás végül. Hát nem, kettő epizódot szerepeltem összesen, de mindegy azért, nyilván fura volt haja. Igen, fura, azért nem ismertem meg, hogy itt nem rövid vagy tüsi szőkehaja van, hanem hosszú és ezért csak az az arc, az, az a mozgása az arcának, hogy az... honnan úristen? De ez ilyen tök reveláció volt, én magam ott röhögtem. Ja, úgyhogy nekünk Race by Wolves szuper Race by wool, fanoknak, igen. <sorl Porto> ha, Hát azt még mindig gyászolom egy kicsit. Na, én mindegy, is, egy... igen, <sorlá> Ilyen, hülyeséget azért mert annyira kevesen <sorlá> vállalnak, Igen szájú nepelni. Na mindegy, ezt Mind is izé meggyászoltuk. De, de igen, szóval a, a én is nagyon, nagyon kedveltem, és tényleg így azt láttam, hogy, hogy ő egyszerűen annyira tapasztalt öreg hogy ugye nem sokan érik meg ezt a kort, ugye ebben a világban. Ugye, vagy a betegségek, vagy a bizé ármány, meg az intrika, meg minden miatt, és hogy mivel ő már olyan sokat éltő, ezért itt tényleg érti az embereket, lát, tudja, hogy hogyan kell viselkedni egy ilyen ö, ficsúr, uracska társaságában, főleg, hogyha egy olyan nehéz természetűről van szó, mint a, mint a Démon, és hogy még azt is tudta kezelni, és hogy beszélgetett vele, és néha oda szúrt neki, tehát ugye ez a, a Démon ugye állandóan problémázott ezen a izé, Queen's Concert, meg ezen az igen, a. Filmát. Igen, igen. Hogy, hogy ő, 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 ő nem a nem Little aka. A. A, a. <laughs> igen, tehát hogy ő, ő nem a hitves, meg nem a First Lady, meg a mit tudom én. Ki Hanem ő, ő, ő a király, és hogy ez nekem nagyon tetszett meg a másik, ugye szintén ugye ezen a területen bukkant fel, egy hol van ugye a, a mm, 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 nem tudom, a fiatal srácot, aki... Ja, a kis, a kölök. Igen. Hmm. Várjál, mindjárt meg Az nem, az Oszkár, volt. Oszkár, volt. Igen, a táli, ja. is akartam mondani, szóval és ugye amikor először felbukkant, a harmadik epizód környékén volt, és akkor ott ugye a démon bekérette, és akkor ott ugye ott elkezdte a csicskítani, leült a székébe például meg ilyenek, tehát folyamatosan yeah. prób próbált erre szívózni, és akkor amikor újra felbukkant, hogy ez a, ez a hetedik epizód volt, ha jól emlékszem, és hogy ott pedig akkor a srác így olyan ez a Liana Mormontos amely bokat árasztott, igen. Hogy, -e picikét, hogy ez a igen, tapasztalatlan, nem veszik komolyan, de amúgy meg megvan a magához való esze, és hogy ő meg konkrétan basszus, amúgy inasba tette a démon. Igen, Azzal, igen. hogy egy lehetetlen helyzetbe hozta, és így na, ez az. Ez az hiába az az, az vagy te egy a tárger ilyen vérel az ereidbe, meg mit tudom én, igen. Hanem de rászorulsz még mindig te kis fasz, mert hogy amúgy tényleg így a, a démon ugye ő, ő azért úgy nagyon szereti kikövetelni, hogy mi jár neki, meg nagyon tudja azt, hogy mihez van neki joga, de a, a kötelezettségeiről azért már úgy általában szeret megfeledkezni, ja. és hogy amikor találkozik valakivel, aki őt felelősségre, hogy ne is számon kéri, akkor azért úgy, ugye egy picit úgy megakad benne a levegő, főleg, hogyha egy olyan helyzetben van, amit nem tud mondjuk egy pofonnal lerendezni, vagy egy lefejezéssel elnézést kérek, vagy egy felgyújtással. Mert például, ugye voltak a másik ilyen lényegesebb pont volt, ugye amikor ott elindította azt a, azt a fosztogató gerilla hadműveletet a, a területen, és akkor is, hogy őt hátat fordítottak neki, és mondták, hogy figyelj, gyújts fel minket, leszarjuk, mi akkor se fogunk itt ja. behajolni neked, és akkor ugye Démon mondta, hogy, ja, ilyenekre van szüksége. van szüksége. Akik meg is halnak azért, amiben hisznek. Ja. És hogy ez, ez, is egy ilyen érdekes pinat volt, és hogy tényleg látszik az, hogy, hogy egyszerűen a Démonnak ez a, ez, a, ez a szociopata beállítottság, ez a szociopata mentalitása, ezzel amúgy nem lehet mindent megnyerni. Nem, hát meg azért nem is olyan szinten szociopata, mint a Évond, vagy az Égon. Tehát, hogy azért benne azért van van még szív. Azért, mert a Démonnak sosem volt annyi hatalom a kezében. Tehát, hogy azért szerintem ebben a sorozatban is azért az kipukik mindig, hogy amúgy a hatalom, az nagyon sokszor ugye megrontja az embert. És és hogy az Egon, meg az Émond, ők mind a ketten azért úgy tényleg ugye megint csak egy borzasztóan felelőtlen és ö, rossz nevelésben részesült fiatalok, és hogy nekik már hatalom is van a kezükben, akár királyként, akár régensként, ugye a démon eddig sosem jutott el. Igen, igen, viszont ami, ami nekem ilyen meglepő volt ebben az évadban, hogy a, hogy a, a Rénira fia, ugye a Jace, yeah. akire azt gondolnám, hogy így ilyen hős szerűséget próbálnak, hiszen a akárhogy is van ez a szembenállás fél a két ház között, nekem még mindig az van egy kicsit, hogy itt a Rénira a jó, nem? Lehet, hogy ez csak bennem é. van, de mint hogyha ők ő lenne a jó, és a hájtával érik meg a gonoszok, de hát ott is valószínűleg az égon meg az émon miatt. De mindegy, szóval hogy az ő fia az ilyen hőszerű lesz. Jace egy segg. <laughs> Szerintem. De <laughs> nekem egy segg. Tehát, hogy nekem ő nem volt szimpatikus, és, és ő is ez a, ő kiha én nem, meg neki nem lehet, meg fújja a köcsök köznék, mit keres sárkányon, tehát, hogy így ő is nyomja ezt a... Hát árnyalta a figura, én nekem tetszett amúgy ez a Az, az kétségtelen, hát, hogy nem egy síkú, csak azt hittem, hogy ő valami ilyen mondom, ilyen, ilyen szimpatikus Aha, lesz. Hogy, ah. hogy, 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 egy ilyen nagyon... Hát ilyen John Snow-szerű valaki, vagy én nem tudom. Tehát. Aha, ilyen mo morális high ground. Aha, jaj, high jaj. tower. High tower. És ahhoz képest egy kis köcsög. Hát nem, szerintem hogy neki megvoltak ugye jó pillanatai azzal, egyrészt, hogy ugye előjött ezzel az ötlettel, hogy akkor próbál, kezdjünk el castingolni e, sárkánylavasokat, e, kicsit nyissuk meg a köznép előtt is, ez szerint egy jó ötlet volt, meg ugye, hogy a, ott az ikreknél is elment, és akkor ugye ez, ez a proaktív gondolkodás hogy nem az van, hogy elkezdek picsogni, hogy anya csinálod, hanem akkor mondjuk hozok egy ötletet, hozok neked egy, egy olyan lehetőséget, ami esetleg segít, és akkor mondjuk azzal én igazolom a saját pozíciómat, meg azt, hogy amúgy tényleg nekem van helyem, és én amúgy egy jogos utód jelölt vagyok, mint uralkodó. És E emiatt én amúgy úgy éreztem, hogy őnek így megvannak ezek a, a jó oldala is, meg ugye ott van a, ez a rosszabb is, hogy egy borzasztó ö mély bizonytalanság van benne azáltal, hogy nem csak, hogy tisztában van a saját származása, hanem ezt mindenki más is emlékezteti rá folyamatosan, és hogy tényleg, hogyha ő egyszer hatalomra jut akkor még többen meg fogják ezt kérdőjelezni, és azért yeah. a polgárháborúnak a kapuját fogja kinyitni. És azáltal, hogy ami őt eddig különlegesítette, tehát nyilván anyu szemében mindenki különleges, ezt yeah. ez, ez persze sosem tudjuk elvenni senkitől, de hogy neki legalább volt sárkánya, ő felül ja, hát ja. egy sárkányra, ő meg tudott szeridíteni egy sárkányt, ezáltal ő Targaryen. hát, hát Meg az legalább. anyja az szó, szóval kétségtelen, tehát, hogy, hogy Targaryen, tehát. Tehát, hogy, hogy ő ugye egy ennek a valériai vérvonalnak az egyértelmű leszármazottja ezáltal. Na de most amúgy hogy... strong, nem az apja. Igen. 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 igen és nem ugye nem, akkor igen. született, amikor még a, a Valerion fiúval volt együtt a raj és ezért nem is Targaryen a neve. A igen, haram. Valerionnak. Igen. Hírják, igen. Uh -huh. Igen, de hogy, hogy attól függetlenül azért tényleg ott a, a valíriai leszármazott, és hogy hogy ettől ő különleges, de most, hogy tényleg deklaráltan, egyértelműen kijelentve fattya kis sárkányra ülnek, akkor ezzel már tényleg lehet, hogy már az egész, ennek az egész sárkányos mítosznak így degradálják a, a a jelentőségét, és már tényleg lehet, hogy már ez egy ilyen, egy ilyen fattyú jelképé fog válni a sárkány, mert most már több fattyú sárkányom, mint nem. a vérű, meg házasság. Hát meg. de tudjuk, hogy ennek nagy hagyománya van a trónokharcában, ugye a fattyak háborúja, meg mit tudom én. Tehát uh -huh. itt, itt mindig a fattyak tudnak igazán szerephez jutni, <laughs> meg Igen, nagy, mert, nagy dolgokat véghez vinni. Mert ugye ők, ők az underdogok, tulajdonképpen. De és azt ugye mindig szeretjük arra, mindig jó történetet írni, abban mindig sok lehetőség van. És hogy én a, a, a Jason-t, én ebben az évadban kezdtem el amúgy kedvelni. Már, hogy tényleg ő, ő az érdekesebb figurák közé tartozik, és hogyha ő még, még jobban mondjuk rá fog erre feküdni, hogy amúgy szemben áll az anyjával valamennyire, meg igen, tök jó az az erőfölény, vagy ez az az erő többlet, amit szereztünk ezáltal, hogy van plusz sárkánylovasunk, de milyen áron, ez amúgy tudja szerintem nagyon-nagyon szépen árnyalni a jövőben a karaktert, és igazából nekem ezek, 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 azok, amik nagyon megfognak ezekben a figurákban, és például az új sárkánylovasoknál is ott a, a meg a az Ulf. El, nem az Edem, hanem a másik új sárkánylovas, a Ulf. az Ulf, igen, Ök, a, az Ulfnál látom azt, hogy ő is még egy ő valószínűleg meg fogja borítani itt a, a hatalmat. Hát az Mert hogy azért ez egy, ez, egy, ez egy kis, ez a kis kivagyi senki, amúgy, akinek így a pofája nagy, és eddig ugye nem volt mire nagynak lenni azon. Igen, csak, és most volt. lehet, igen. És akkor most viszont már ott van megint csak a, az új egy olyan ravaszon, amin kevés embernek van, talán a második legnagyobb sárkány van nála. A harmadik. Nem, a, nem a, ez is szány van nála, az már harmadik? Ne? nem tudom. Az Ulf? Nem, nem nála van a... Ja, nem, tényleg nem, a... Huna van a nagy, ugye, mert ő a Huna van a ráüvöltött. A, a, a Vermitor, a Huna van, igen. Igen, és akkor ugye a, a, a másik pedig ugye a... Edem sárkányát már nem tudom, hogy hívják már. Ja, va valami. A, izé volt, Sismok. Igen. Ja, igen. Aki felégette azt a fickót, akit először próbált oda vinni hozzá. Igen. Igen. Rénira, igen, igen. szegény. Igen. És, és, és hogy amúgy, tehát hogy, hogy én ott láttam például az Ulfnál, hogy ő még itt tud konfliktust csinálni. Hát biztos, hogy lesz. <laughs> és, és hogy ne, nekem az ahogy hogy így, így tetszik, tudom, mert ez, nem ez a lejátszott meccs minden, hogy akkor jó, akkor most már egyértelmű, semmi ne legyen egyértelmű, amíg nincsen vége a sorozatnak. Igen, meg akkor ugye hát a, a Réna is ő, itt a végén egy erős utalással akkor jutott. Valószínűleg igen. Ugye megtalálta, és hát ugye már amikor mondták, hogy Jaj, van itt egy vad sárkány, és hát ott van ő, aki, akinek az egyik sárkány sem hódolt be, akkor na majd ez, és akkor már megvan a nyolcadik is. Uh -huh. <laughs> és akkor közben ugye pedig ugye királyváró oldalon pedig a, ugye a Helena pedig nem egybevethető. Sárkány. igen. annak hogy neki van. Azzal is lesz valami valószínűleg, de igen. Furcsa lenne sárkány hátul látni. Az... hozzák azt a gyereket, akit nem rontottak el elvileg. Igen, hát neki ugye most kelt ki a sárkánya, tehát hogy ott elpélek, valami időugrásra szükség lesz, hogy ő bevethető legyen, vagy pedig, hát őt nagyon hamar meg fogják venni, ami, ami hát hm, yes, murder, tehát hogy az, 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 mindig jó ebben a sorozatban, azt, azt szeretjük, de hogy én ebben is azért úgy látok még valamennyi izgalmi faktort. Igen, igen, abban én is. Meglátjuk. Ami engem zavart például, most jó sok mindent dicsértünk, az, hogy volt egy pár olyan plot point, ami így igazából jelentőség teljesnek kellett volna, hogy legyen, és végeredményében annyira nem lett az. Például a leszbiszál. Például, nem erre gondoltam, de akár az úgy szerintem egy kicsit a semmiből jött, és egyelőre a semmibe tartott, de majd meglátjuk. Kicsit, mint azt éreztem volna, hogy azért, mert a, a főszer, tehát hogy a, a a Rainer átjátszó Emma Darcy amúgy nem, most nem vagyok benne biztos pontosan, hogy nem lesz bikus, csak hogy... Hát ő nem binárisként. igen, nem binárisként, igen, így van, csak egy de... magára, és hogy és hogy, ö, hogy ezért esetleg hozták be ezt a szállat. Nem, nem, ö, amúgy már Ez benne van, volt. a regényben is biszex ja, jó. amúgy. És hogy Eddig ennek egy... nem láttam jelét. F... Hát az Eliszentel volt egy volt? pillanat. Igen. Hát még az első évadban ott tud. Nem ott, is ott ott, 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 ott ez erre azért, hogy utalgattak meg volt egy ilyen pillanat, és hogy azt hiszem a regényben is sem uh -huh, uh -huh. úgy deklaráltam diszexuális ellenére, úgyhogy ez nem egy ilyen extra dolog, ö, viszont ez talán ez a színészek ö, javasolták, hogy esetleg ez kerüljön bele, Ez nem volt az eredeti forgatókönyv része amúgy. Uh -huh, uh -huh. De ő magában a karakterben amúgy benne van. Én amiatt annyira nem örültem neki, mert viszont hogy ezt a segítő, ez ugye ez a fehér féreg. Fehér a féreg a bizárja, igen. Én ezt a karaktert annyira nem szeretem. Uh -huh, uh -huh, mert uh -huh. nem is túl jó a színésznő, meg nem is túl érdekes a karakter. Hát ő akar lenni a, a zöldeknél a Lord uh, Laris egy igen, kicsit, de, hogy de... ő a háttérben intézkedő, mindent elintéző, ott, uh, itt, ott uh, meggyőző ember, de akinek vannak kapcsolatrendszere, de, de igen, érdekes a színésznő egyébként a Mizuno, aki játsza, mert olyan, mintha nem tudna hangsúlyozni, vagy nem tudom, olyan furán, olyan furán beszél, olyan, mintha csak felolvasna a szöveget, és így tényleg az jön le, hogy így nem játszik jól, de de aztán valahogy úgy a végén úgy mégis elhittem, hogy ezt meg azt csinálja, nem tudom, olyan, ilyen kettős érzéseim vannak vele kapcsolatban, vagy most, hogy jó vagy nem jó. Szerintem nem. Valószínűleg nem, nem inkább nem, nem igen. én nekem így, én mindig örültem, amikor ő kimaradt, vagy valami. Ami sajnos nem sűrűn történt meg, de ha már tényleg ilyen fura, ilyen manipulátor, vagy ilyen balkész karaktereket, akkor szerintem például Harenholban a, a, az Alice sokkal szórakoztatóbb volt, aki ugye ott a, a démon körül lebzsált. Igen, a bossi nem tudom egyébként, hogy ennek mi az volt, egyszer egy olyan jelenléte van annak a nőnek, hogy egyszerűen így, tényleg így uralta mindig a vásznat. Hogy az a unit, ahol a, a forgattak, ott esetleg volt egy kicsit több kompetencia a többinél, de ott, minden, ott, nagyon sok jó színész jött ki, vagy nem tudom, jó szerep jött ki belőle. amit akartam mondani, ami nekem kicsit fura is lett a végére, ugye a, a Damonnek volt az elején az eltervezése, hogy fiút a fiúért, ugye? Yeah. És, és az ott egy elég komoly, mondhatni Game of thrones húzás yeah. volt, ugye, hogy beküldték a, ott a gyilkosokat, hogy akkor az egyik gyereket a, a zöldek között, a, a várba, azt, azt akkor öljék meg így a, a cserébe, hogy aki változnak egyet, hogy akkor ti én, az én mondot akarta megöletni. Igen, igen, eredetileg ugye az én mondot akarta, de hogy a végeredménye az lett, hogy a gyerekeket találták ott, és akkor a, a fiú fiúgyereket ölték meg végül. De hogy ez egy olyan, tehát nagy hangs tehát amikor ott tartott még a sorozat, akkor ez egy nagyon hangsúlyos dolognak tűnt, hogy ez egy olyan felforgatója lesz itt mindennek, de igazából Égon, aki az apjuk volt, az tulajdonképpen annyira nem érdekelte. Helena ugye magába roskad, de vele amúgy sem foglalkozott sokat a sorozat, és a végére egyébként a gyermekének a meggyilkolójának küldte azért a, a nem tudom én, az energiákat a, az éteren keresztül, hogy akkor meg kell tudni a démonnak a, a proféciát, hogy a saját szerepét eljátsza benne, tehát hogy ott igazából ez egy nagyon fura dolog volt nekem, hogy oké, akkor most ezen már annyira túlléptünk, és egyébként a sorozat végén, ahol megint beleröltették még egyszer, hogy a Eliszen a találkozzon van ott is úgy ültek le beszélgetni, hogy igen, igen, megöltétek izét, lúkot, és hogy ö, ki kell ezt egyenesíteni azzal, hogy megöljük émondot, és így tehát elfelejtettük, hogy ott meg lett tölve már egy gyerek ennek <síl> kiegyenlítésére, <síl> <síl> tehát hogy ti melyik sorozatot nézitek? Na mindre, ez szó, nem szó, az, nem az ő gyereke, az igen, az unokája. <síl> oké, de gondoltam volna, hogy ez egy kicsit talán így Majd egy lesz. Megölik, megölik, és akkor rendben. Igen, van. akkor kiegyenlítik, vagy nem tudom, a kutyát, vagy a, vagy a kecskét ott a, van, ö, megölik. Az összes de, hogy, igen. fogó. Földobnak néha néha ilyen dolgot ebbe a sorozatba, ami, ami sokkal jelentőség teljesebbnek ah. érződik, mint ami egyébként lesz, mert mint hogyha mindenki megfeledkezett volna róla. Mint ugye egyébként a Game of Thrones évadnak, vagy a sorozatnak a vége fele, amikor oh, de is elfelejtett, hogy ott van a. a Iron Fleet és lelövöldözik a sárkányait, tehát olyan kicsit olyan butácskák lesznek, vagy nem tudom olyan a sorozattal, mint hogyha nem lennének teljesen tisztában benne lévő szereplők tehát, hogy így uh -huh. mindenkinek van valami dolga, amit csinál, de a többi dolog, ami történik, az így elég ritkán van kihatással A izét amit mondtatok is a, hogy a, a JACE-t azt ugye, hogy akarták felépíteni, vagy hogy mennyire kompetens, vagy nem nekem az jött le egyébként, hogy az elején egy tök kompetens, egy nagyon jó stratéga, egy megbízható emberként mutatják be. Nagyon minimálisat látunk belőle, hogy üzletel ugye éjszakon, meg ott a, a ugye az át, átjárónál, vagy a, a hídon, hogy akkor azt elintézi, yeah. hogy jöhessenek, és egyébként van ez a jó ötlete a, a, a sárkány lovasoknak a beszerzésére, ott ő szerintem igazából csak azzal szenved, hogy az évad leges legvégére, amikor kulminálódik minden, amit eddig csináltak, ott egy ilyen kicsit ilyen nyápic hülye gyerek lesz belőle, amiatt, hogy ugye az ő, ö, ilyen terger ilyen megkérdőjelezhetetlenségét eléggé megkérdőjelezhetővé teszik. Tehát, hogy a, az évad nagy része szerintem arra utalt, hogy egyébként ő egy teljesen megbízható és, és egy jó társa az anyjának ebbe az egész háborúba, és hogy érdemes rá hallgatni. Talán ebből a szempontból Rainer-nek föl lehet róni, hogy, hogy nem eléggé vonta be a, a dolgokba, és szerintem erre is talán próbált utalni itt-ott a sorozat, de mondom, neki szerintem az volt itt a, a, a keresztje, hogy a utolsó egy-két részre ezt teljesen leépítették azzal, hogy, ő, hogy ő nem tudom, kicsit ilyen óvodás szinten belefordult ebbe, hogy ne, hogyha én izé, hogyha mindenki tud sárkányt lovagolni, akkor én értéktelen leszek, ami valamilyen szempontból oké, okay, tehát hogy van logikája a, univerzum, a sorozat univerzumában, viszont előzőleg nem egy ilyen kis nyámnyila gyereket mutattak nekünk, hanem valakit, aki nem tudom, maga biztosabb, aki máshogy áll ehhez a dologhoz, mint az, hogy sírdogál, vagy nem tudom, hogy nyávog az anyjának, Ufú, hogy nem akarja. Igen. Amikor teljesen egyértelmű, hogy ennek kell történnie, mert lemészárolják a családotokat, mert én ott van a, a nagy sárkány, tehát hogy igazából igen. nem kérdés, hogy erre fel kell rá. menni, és meg kell kockáztatni, még akkor is, ugye, hogyha vannak belőle negatívumok. Ja, szóval nem tudom, annyi. Ö, sokkal jobban is elsülhetett volna szerintem ez az évad. Tehát, hogy ö, ha, ha nem félünk egy kicsit túllépni dolgokon, vagy esetleg a készítők ö, nem félnek ö, nyilván látatlanban, mert nem olvastam a könyvet, behozni új szálakat a, a sorozatba, amivel időt lehet tölteni, és érdekes, és kicsit Game of Thrones-osabb, furkáljuk egymást, terveket szövögetünk, mert azért ebbe az évadban ez a tervszövögetés ez, ez eléggé el lett nagyolva, tehát hogy esetleg Lenisre rá lehet húzni, hogy valamennyit szövögetett, egyébként meg mindenki csak egybe, egy helyben forgott, hogy... hát meg, meg nem tudom, az, ekem az, ekem tűnt úgy, hogy az egész évad igazából arról szólt, hogy mind a két oldalon az asztal körül beszélgetnek. Hát a, a, a trónokharca az erről szólt, nem? Emberek szobában beszélnek. De nem, tehát, nem, nem, hogy kertek, hanem, hogy nem a, 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 tanács, tehát, hogy konkrétan mind a két oldalon állandóan azt kellett nézni, hogy a tanács az asztal körül mi, milyen terveket szöveget. De hogy így, szerintem egy kicsit azért túl volt ez tolva, hogy most már nem csak a terveket szövegessétek, és állandóan az asztal körül pofázzatok, hanem tettek mezeire csókolom. Ez nekem egy kérdés, ami összekapcsolódik egy korábbival, hogy mint hogyha kevés szett lett volna a sorozatba. Tehát, hogy amit te is mondasz, hogy a körül a, a két asztal közül beszélgetünk sokat, Corliss mindig ugyanazon a dokkon járkál oda-vissza. a hajóra, a is van egy szettünk, ahol ott néha eszünk az asztalnál. Tehát, Igen. Hogy, hogy van Igen. ez a három-négy-öt szettünk, és akkor ott akrizunk újra, meg újra, meg kimegyünk az erdőbe. Néha a kimegyünk a létre, ja. <síthat> Igen, egyébként valóban talán kevésbé volt e, sokszínű a terep, mint mondjuk egy trónokharca évadban. Ezt kétségtelen, folyamatosan ide-oda mászkáltunk. Na no, ja. Hát az utolsó epizódban meglátogattuk, ugye megint talán átmentünk a, a tengeren túlra, jól emlékszem. Tehát, hogy Igen, a Triarchy az ment el a nem tudom én milyen Lannister a Igen, amelyik. A kalózok. Valami Lannister. Vagy azok. És akkor ott, az olyan, nem tudom, olyan gáz volt az a verekszik a... Igen. Hát az egy kicsit olyan volt, mint hogyha egy ilyen Eden McKay filmből jött volna, nem? Tehát hogy nekem, nekem, olyan hangulatom volt. Bár... jó, hogy a sárkányok házának ugye van valamennyi ilyen succession ö, utánérzése, és az meg egy Adam McKay által producerált sorozat. Tehát hogy lehet, hogy ilyen nagyon messziről van valami, ö, nagyon távoli. Hát azért ebben az évadban is volt egy elég hard szexuális, nem tudom, az te nektek, az előtérben mutatták, csak behomályosítva, de így full mutattak egy, egy orális szexet. Igen, és az amúgy nem volt baj, tehát hogy amúgy egy, egy, egy ponton amúgy már így azt éreztem, hogy nem, visszavettek tényleg a, a ditkókból, meg mindenből így a... Amúgy vissza a... csak ott van egy nagyon erős, ott mutatnak ezt aztán aztán azt, de, hogy, de hogy így az előtérbe így látod, ahogy hát tuppanta, igen, tehát... Amikor ugye ott találkoznak a, igen. az öregé monddal, igen, igen, igen. és akkor ott évbe izé becinkeli az Egon. Na, no, na, no, ez merész. És hogy én ezt amúgy nem bánom, tehát, hogy, hogy ez része ennek, tehát, hogy, hogy legyen, mutogassanak ilyen dolgokat, mert nem kell visszafogni magukat. Tehát, hogy ez, ez nem volt egy elkölcsös korszak, és és ennek tökre nincsen tétje amúgy egy ilyen sorozatban. Úgyhogy ja, persze, bármit megcsinálhatnak, hogy. Nyomják! Viszont az érződik, hogy a, akik most aláírtak főbb szereplők, azok már jó előre gondolkozva úgy írtak alá, hogy ők ilyesmiben nem fognak szerepelni. És így ja, akkor ez azt, mindig a. A centro úszott be egyedül a tóba. Uh -huh. hogy, hogy itt már csak azok a szereplők fognak bármit is mutatni magukból, aki esetleg, hát nem is tudom, újonnan alacsonyabban van a létrán. Ja, vagy úgy, aha. Hát maximum, igen, tehát itt nem lesz egy uh, Emilia Clark uh, effektus, igen, aki az elején bevállalt sok mindent, aztán, aztán később jön, hát hmm. nem is kellett hogy volna. ez a nélkül is. Annyira igen. nem csináltam szívesen, csak még nem voltam olyan ismert, úgyhogy be kellett vállalni. Ja, ja. Nem, mint De... hogy el annyira hiányozna a sorozatból, hogyha ja, egyébként nem. meg jó, tehát hogy <laughs> De úgy föltűnt. Igen, nekik volt. Hát, amikor ilyen nagyon látványosan takargatják, meg én izé, mit tudom én, akkor azért úgy, tudom, amikor az Eszent vergődött a fürdőkádban ott is, akkor így. Látta, hogy ezt a trónok így megmutatták volna. Tehát, igen, így, igen. De, de szórakoznának amúgy ezzel, de hát jó, persze most nyilván a színésztől függ az, hogy ez neki bele. Jó, ha most, a, igen, meg hogy az van, hogy akkor ez az ára annak, hogy Olivia Cook játszon, akkor legyen, érted? Tehát. Mondok nektek Rek valamit. Na. Na, mondj. Szerintem a sorozat nyakába egy kolonc az, hogy úgy építették föl, hogy az Eliszent és a reini a két főszereplő. Mert elég látványosan az Eliszennek már tökre nincsen semmi dolga a sorozatban. Mindenki mindenki hát, offolja. Igen, beleerőltetjük valahogy, meg mindenki kibejárkál King's Landing-en, hiába van lezárva a másik irányba is, tehát hogy teljesen nem tudom, érthetetlen, de hogy kicsit kolonznak érzem a sorozat nyakába, ami egyébként a Game of Thrones-nak meg nem igazán volt meg, hogy azt mondani, hogy ú, ők a főszereplők, és akkor nekik ott kell lennie, mert oké, okay, az első évadban ott volt ugye Sean Bean, hogy főszereplő, de hát annak tudjuk milyen vége lett, hát és emiatt egy eh, volt egy plusz eh, abban, hogy, hogy úgy éreztet, hogy ő a főszereplő, amit nyilván nincsen meg, eh, és, eh, és én úgy érzem, hogy a sorozatok talán jót tenne, hogyha ha elszakadnának attól, hogy, akkor, hogy ez a két ember körül kell valamennyire keringeni a sorozatnak, mert szerintem a Jace is egy érdekesebb karakter lenne, ha a cordis foglalkoznánk, talán őt is érdekessé lehetne tenni, mert egyébként meg egy érdekes szereplő a világban szerintem, tehát hogy valaki, aki most elvesztette a feleségét, egyébként meg nagy hajós kapitány, és bejárt a világot, nagyon sokat látott, tapasztalt, stb. stb. Van neki is családja, akire oda kéne figyelnie, Ugyan ott vannak ugye még a, a a Ottót azt nagyon sajnálom, hogy igen, igen, igen mert ő továbbra vatták. is nagyon jó egyébként igen, a igen, igen, nagyon jó színész is, ugye, a karakter is érdekes, de hát mennyit láttunk az egész évad, vagy akkor hát, az elején ki hát lett őt basszra. is kibasztak. Igen. és a, a, végén meg valahol volt. Igen. igen, és akkor meg, de ő mi börtönben van? Nem, úgy nézett hát, ki, hogy, hogy, hogy Van. Igen. igen. nekem is úgy tűnt, hogy, ő, hogy őt keresték egy ideig. Nem találták. Ugye akart a, igen. Ugye a a, az Emond, akkor szükség van rá, mert azért legalább neki annyi esze van, hogy igen, azért az ottó az egy, az egy nagyon-nagyon hasznos igen. Ö, a ház körül, és hogy most akkor elő kéne keríteni, de valószínűleg akkor elfogtak, hogy mondták, hogy van valami hagyjáratből belekeveredett, tehát hogy van ott valami probléma, úgyhogy én nem, hogy azt tudom elképzelni, hogy nyilván az Eli Szentnek is kell egy új irányt találni. Ö, őnek ő neki lejárt a szavatosságot királyvárban, tehát, hogy senki nem hallgat el, senki nem érdekli, hogy mit gondol. Úgyhogy neki kell egy új közeg. És ez lehet amúgy, hogy az apja lesz. Hát ilyen, vagy a Rénira. Va, va, vagy a Renira, igen, igen de hogy, hogy ne, neki kell ott valami helyet keresni, mert tényleg fogyott. El, igen, eléggé, eléggé. Hát még a izé mellette van Bász ki tudja meddig, akit én egyébként a legjobban utálok. Mármint, hogy nem, nem a színészt, hanem, hanem a karakter szerintem gyűlöletes, és én nagyon-nagyon utálom. Talán még jobban, mint az én mondott, meg az Egont. Az a Szer Kriszton Cole. Ja, szerintem. igen. <laughs> szexi. felevágatta uh, <laughs> a haját. Hú, uh, uh, egy... a karakter. Igen. <laughs> és már majdnem megörültem, de aztán úgyse fogják halni, de volt már majdnem, amikor ott a csatával, és így, áh, fú, ez a rohadék. De hogy még ő, ő, még, a, ő még, kötődik a, az Eliszenthez. Én amúgy, nekem amúgy vele nincsen sok problémám, mert ő is amúgy egy ilyen szintén sekfej karakter, tehát hogy ő is amúgy így... Megvannak a motivációi, tehát ez ge Genyózik másikkal, és visszaél amúgy a pozíciójával, hogy egy rettenetesen, rettenetesen frusztrált, teljesítménykényszeres fickóról van itt szó, aki, Hát, hogy hogy nem, mindig jó, jó helyen van, oh, yeah. uh, a, amikor uh, uh, nemesi származású lányokkal kell lenni. Yeah. <laughs> Egyébként ez a... egy érdekes dolog, hogy az Eliszent az előző évadban, hogy meg leszolta miatta ugye mm. a rát, aztán most hirtelen fordult a kocka, és így oh, <laughs> nem úgy solyan yeah. rossz az a call <laughs> Igen, és hogy, hogy, hogy azért ugye a kol, most ugye ebben a, az évadban ugye... Meglakol. Kapott egy... <laughs> Ugye, ugye akkor így összekeveredett az eliszent oké, okay. utána segítőt csináltak belőle, mert azt hitték, hogy ért hozzá, de hát nyilván nem ért hozzá, hogy a faszomba ért Igen. hozzá, tehát egy lovag. Igen. Hogy, hogy az Istenbe tudna ő közigazgatási minisztériumot veszni. Jó, hát itt vársz az egon tehát. Hogy... Tehát, hogy egy, hogy egy ilyet csináljon, és akkor utána találtak neki mondjuk egy pozíciót, azzal, hogy kiküldték a terepre, és ott ugye ő amúgy relatíve hasznos, tehát, hogy ő amúgy így megnyere a kis csatákat, ott ugye összetudott dolgozni az monddal, hogy akkor izé a Réniszt intézzék, tehát hogy, hogy ott legalább neki van a helye. És hogy ő itt is az volt, hogy, hogy a Krisztankollő hogy a, a nem nagyon találta eddig, hogy hol tudna érvényesülni, és lehet, hogy így ő végre szintén révbe ért. És hogy emiatt engem ez a karakterem, hogy nem nagyon zavar. Na, nem, az engem se zavar, csak hogy nem, tehát hogy fúj, de utálom. Jó csinálja, a kétségtelen, tehát hogy <laughs> igen, igen. Gyönyörletes. Ja, hát de meg mellette, te kicsit azt hittem, hogy nagyobb szerepe lesz, de eléggé ilyen sótlannak bizonyult eddig a Eliszennek a tesója, Gwaine, nem? Mivel egy többet is lehetett volna valamit. Uh -huh. hogy azt hittem, hát Voltak jó jelenetek. Voltak, csak a olyan a valahogy Pisztau nem kollad. Most például nem is emlékszem, hogy mit csinált. Mit csinál... Nem tudom, hát, ők is jem... eljátszották ugyanazt a jelenetet kb. háromszor ugyanazon a kis téren ott a vár előtt. Ott is az volt az érzésem, ja, hogy ja, ja, ja. de Zsa Várudvaron igen. De hogy az. Én, én abban láttam ebben a fickóban valamennyi ilyen kis, kis zsiványságot meg tudod, hogy, ez, hogy beszólogat, meg azért, hogy oda mer mondani a embereknek, és hogy nem nagyon finomkodik, nem ez a csúszomászó simulékony figura. Én, én őt bírtam amúgy, csak ahhoz képest, hogy nem szerepelt sokat. Ja, 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 Nem tudom, olyan fura érzés egyébként, mert. Most visszagondolok, azok az ugyan, most nyolc rész lett, de tehát a tíz részes trónokharca évadokban az az érzés, hogy rengeteg minden történt, és ebbe a nyolc részes sárkányok házában meg úgy érzem, hogy semmi se történt. Nem sok minden, igen. És egyébként meg ugyanúgy sok karaktert mozgattak, viszonylag több helyszínen, mindenkinek többféle motivációja volt, de hogy úgy kicsit a, nem tudom, úgy súlytalannak érződik, kevés, kevés... Hús maradt a csonton, ha úgy fogalmazhatok, hogy hogy megvan a, a fője, morális, meg nem tudom, ilyen politikai ellen tartás egymásnak. De hogy a, az előző sorozat szerintem ugyanennyi játékidővel sokkal többet bele tudott vinni a karaktereibe. Ha most csak arra gondolok, hogy az első évadban mennyire jól megismertük egy Veriszt, egy Little finger megismertük a izét is. A, a, Robert Baratiant is, a Lannistereket is, gyakorlatilag hármat vagy négyet is, ott voltak a Stark gyerekek is, abból is jó indulata, is, szerintem kettőt, hármat megismertünk rendesen, tehát, hogy, és itt kit ismertünk meg, tehát oké, okay, Démont esetleg Kriston Cole kapott valami kicsit, Leris egy érdekesebb figura, a két főszereplőnk, de hogy ugye a többiek azért úgy nagyon egydimenziósan mozogtak végig. Ott mondjuk az is közölyátszat, hogy jobb volt az alapanyag. Mm -hmm. ah, Já, ja, persze. A, ez, a, ez is igaz. Pedig, itt azért nagyon-nagyon sokkal többet kell dolgozniunk. A történeten, igen, itt csak ilyen vázlatszerűségek álltak rendelkezésre, nem konkrét A Tehát a történet az csak annyi volt, hogy Démon elment <coughs> holba, és visszajött. <síthat> és, és ennyi volt amúgy a könyvben, amennyire én tudom, nem olvastam, egyikünk se olvasta, de hogy, hogy, hogy az tényleg csak egy ez egy mondat volt, és akkor itt meg ugye kihoztak belőle egy, ez itt Jó, egy egész... A, tehát a könyv, azt én úgy olvastam, vagy úgy hallottam, hogy az igazából nem egy rendes könyv, hanem... Ez egy függelék. Igen, gyakorlatil igen, gyakorlatilag egy ilyen kis történelemkönyv, ami elmondja emberek szemszögéből, hogy mi történt, de nem úgy kapjuk, kapták ott meg az emberek, mint mondjuk a Game of Thrones-ba, hogy point of view karakterek, és akkor egy összefüggő valami, hanem igazából egy történelemkönyv. De én nem érzem, hogy ez felmenteni az írókat. Tehát, hogy ja, lehet nem, nem jó, jó sorozatot írni egy darab betűnyi könyv nélkül. tehát hogy Mint arra elég sok példát láttunk. Igen, is. igen, igen, és szerintem itt is lehetett volna sokkal többet kihozni ezekből a karakterekből, mert az az érzésem, sokszor most már jelenetek be, hogy igazából a semmiről beszélgetnek ezzel az ilyen fura ö, angolos ö, nem is tudom, ilyen arisztokrata beütéssel, modorossággal, igen, de hogy igazából nem mondanak sokat. Tehát, hogy, hogy sok szóban beszélnek dolgokról, de nem mondanak sokat. Uh -huh. Hiába érződik esetleg úgy, hogy, hogy itt valami fenkölt történik éppen, valami úristen mennyire, ö, nem tudom, nyakatekert játszva folyhat itt a háttérben, de igazából csak modorosan beszélnek. Jók, jók amúgy szerintem ebben az évadon. Például az évad egyik legjobb epizódja volt nekem a harmadik, az nagyon-nagyon tetszett, az volt ez a Burning Meal, amikor ugye azzal indult az epizód, hogy ott ugye a kettő házat összeveszett valami kis talpnyi földön, és akkor ott utána egy meg így, a Brecken. elkezdtek ott veszekedni ugye ott ideológiákon, meg hogy ki a gyilkos, meg ki a nem, meg hogy ki a jó, ki a rossz, és vágás, és utána egy ott van egy legyilkolt izé, egy csatatér, és ott ég a, a, malom, és ez egy fantasztikusan ö, jól felvezetett epizód volt, és ott ugye az volt tematizálva, vagy nem tudjuk, hogy, hogy egyszer annyira bele tudnak merülni ebbe a sértettségbe, hogy már azt se tudják, hogy mi miatt. Mi, mi miatt? Hát igen. Mint például ugye, amit a Brekönök csináltak, meg hogy, hogy, ott ugye az Eliszen, vagy mi az a Renira is, ott a, a temetésnél ott úgy merenget, hogy amúgy mi miatt is csinálják? Már nem Ezt fogjuk mi tudni, hogy mivel a... indította el az egészet. Igen. igen, és ott ugye a Rénisz volt az, aki ugye erre rávezette, és az például egy kúra jó tematika volt. Ez egy nagyon-nagyon érdekes kis ö, gondolatmenet volt a sorozat részéről. Úgyhogy azért vannak még mindig jó dolgok, vannak. de az tény, hogy nincsenek ezek a azért, ezek a nagy monológok, mint a Trónok harcában, amikor ott a, a hatalomról beszéltek, talán úgy, mint egy létre, hogyha jól emlékszem, hogy az volt a... a a, a szövege a, a kis újnak, meg a, a várisznak. Valami olyasmi. Úgyhogy igen. Tehát, hogy olyan legendás dolgok nincsenek. Hát igen. O... De, de hát most... Kicsit olyan proli, prolib Game of thrones érződik, tehát hogy nincs meg benne az a plusz valami, ami szerintem a Game of Thrones kiemelte, ahogy a Sárkányok háza meg mondjuk csak még egy fantazi sorozatnak érződik. Hát mondjuk abból szerintem viszont a minőségi. Minőségi. Hát persze, így, persze, de hogy nincs benne az a plusz, ami miatt azt mondanám, hogy hú, itt Na majd történik. most a gyűrűk ura második év ahogy után. Egy... Jól megbeszéljük. <laughs> igen. <laughs> Reméljük. De hogy ahogy mondjuk nyilván a leges legjobb dolog ezzel példálózni, de hogy ahogy a Breaking Bad után tudtak csinálni egy Better Call igen. Az önmagában is egy olyan dolog volt, amire azt mondta, hogy hú, hát ezért érdemes leülni és, és forgatni és vágni és képernyőre rakni. Addig de hogy mondjuk, amúgy, am, amúgy jó dolog elvárni, hogy a világ legjobb dolga legyen minden? Nem, nyilván. De amiatt, hogy a Game of thrones volt szerintem egy ilyen olyan bája, vagy, vagy plusz adaléka, ami miatt nem tudom, kiemelkedett, a, a, a mocsárból, és meg tudta teremteni a saját létezését itt a szórakoztatóiparban. Ez semmilyen formában nem érződik a, a sárkányok házából. Tehát, hogy ez egy jó, ö, ilyen kis, nem tudom, a, a koncert utáni visszatapsolás, és és lehet, hogy játszanak egy pár Sokszor érdekes akkor a számokat Igen, lehet, hogy játszanak pár érdekes számot, de ki tudja. Tudja. Egy kérdés, szerint neked melyik tetszett jobban? A Sárkányok háza második évada, vagy a Trónok nyolcadik évada? Ja, hát ez nem is kérdés a Sárkányok Tessék, az... jobb, mint a Trónok Igen, igen. Hát mihez viszonyítjuk, igen, így van. Énnyire. Nem, én igazából úgy próbálok ehhez hozzáállni, meg úgy próbálom nézni, hogy önmagában amúgy mennyire szórakozok jól, és hogyha ez amúgy megvan, akkor utána már nem kezdem el mondjuk a sorozatot azzal ugye károsztatni, hogy de nem olyan jó, mint a trónok harca, nem olyan jó, mint a Better Call Saul. Mert, mert valahol én amúgy ezt tényleg nem tartom fernek, hogy a világ legjobb dolga, mondjuk <laughs> vitán felül a világ egyik legjobb dolga azért tényleg a Better Call Saul, Breaking Bad, és hogy, hogy egyszer nem lehet minden az. Tényleg az egyszerű ilyen ne. egyszeri csodák, és a trónok harcának is a, nagyon-nagyon sok elemet, tényleg egy ilyen fantasztikus, óriási nagy jelenség lett, és az a sorozat az megküzdött azért, hogy így olyan, olyan jelenség legyen, amilyen. És igen, ebben benne vannak a Benny a keményen. Tehát, hogy, hogy lehet, lehet izé őket csavazni, meg minden, a Benny Offék miatt szereted, te is a trónok. Versze, Mindenki versze. miattuk szereti a trónok Üh, ők, szerették, ők szerettették meg a világgal, Üh, volt nekik egy tök jó alapanyaguk. Itt nyilván nem is olyan jó az alapanyag, meg lehet, hogy nem is, nincs is ott a készítőkben mondjuk az a zsenialitás, az a tűz, mert hát meg talán a, nincs is meg az band. az össze, hát, összeállás, yeah. hogy a szereplők is, a színészek is, az írók is. A... Igen, tehát ez a Lightning in a Battle, talán így az. Igen, a, ez igen, a, igen. Ilyen egy egyszerű, ez a Perfect Storm. De akkor sem mentem föl azt, hogy már a második évad végénél ülünk ki úgy, hogy <laughs> majd a harmadik évadban, majd úgy jön itt a csata, meg a sárkányok, meg nem, nem De tudom, hogy mi tudok. A trillert láttál konkrétan, ugye? Igen, <laughs> végén igen. Vagy, így van. vagy mi lesz, hogy mindenki elindul, mindenki úton, az, összes sárkány fölsorakozik. Ezek után az első epizódban nem döglik meg egy sárkány. Felgyújtok valamit. <laughs> uh, hát, és ha csak egy, -egy, egy bébi sárkány, akkor az van megnyugtat, vagy nagynak kell meg? Nem, nagynak, viszonylag nagynak. Nagy, Tehát nagy, úgy, nagy meg. Hát legalább nagyobbnak, mint a, nem tudom, az autóm. Tehát, hogy ő, egy méretesebb sárkány hajjon meg. <laughs> Igen. Valami lesz, valaminek kell lenni most már tényleg. ez az árfolyam. A nagyobb sárkány hajom meg, mint amit én is meg tudnék ölni. Vagy mm -hmm. jön a fogatlan, aztán elintéz mindent. Tényleg nektek az a sárkány szerédítős rész, hogy tetszett? Hogy tényleg jön a fogatlan. A, ami szinte <laughs> kácsú filmes volt. Ja, ja, nekem, nekem tetszett. <laughs> nekem nagyon tetszett a kontraszt. A nekem jó volt, követ. hogy az egy úristen a sárkány barlangba ott menekülnek. Az ilyen feszült volt, meg ilyen lehetett parázni. Az egész reakciótól, meg hogy most jöttek ezek az emberek, és akkor mit gondolnak magukról, de jó rácsesznek. Egyébként én végig azt hittem, hogy az Ulf az csak tényleg henceg, és hogy rohadtul nem tárgálja, mert lapított, mint a tar, amikor ugye esetleg lett volna lehetősége arra, Na, hát hogy... Konkrétan el is menekül. Hát itt, <laughs> itt, jön be, itt jön a béna, béna sorozatkészítés, mert a Game of Thrones-ba Fölépítettek volna már az előző évattól is egy karaktert, aki utána megdöglik a picsába, nem pedig a fontos karakter lesz. És innen tudtam, hogy az ulf fontos lesz. Fontos lesz. Mert fölépítették, és itt nem merik ezt meglépni. Igen, 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 igen. Hát, hát mit lehet, hogy Pedro tudja volna. Jónok harcában. Jó, jó, de tudod, a Pedro Pascal azért ő ott az ő halála ugye sokkal tovább gördít a történetet, tehát ugye a Trinity? trinity Tyrionra is hatással <laughs> volt. Lehet, hogy a trinity is. De, is nem, nem akarom megnézni a Peter Dinklage Trinity szerepét. Nem <laughs> szeretném. sajnálom. Bocsánat. Imádom <laughs> a Peter dinklage de... De ne, ne Na. Trinity szerepét. Várjál, mit be mindjárt beírom, hogy generáljon egy éjjel <laughs> képet. Úristen, ez lesz a borító. Peter dinklage Trinity. És abban a, abban a jellegzetes pózban, abban a rugós felugrós. Igen. Uh, jó. Uh, uh. Na mindegy, mind ha hagyjuk, és izé, sirint főzni. Ja. <sz brushes> uh, és akkor tényleg. Uh, ott azért a annak a történeténre az hatással volt most. Az, hogy ott meghal az Ulf, meg meghal a Sir Hugh, az szerintem nem lett volna egy különösebben izgalmas. Nem, nem. Tehát az, az őket tényleg ilyen, ilyen eszméletlen, karizmatikus, fantasztikus karakternek, egy net nak kellett volna őket felépíteni. Az de az, az szerintem nem működött. Annyit nem vagy. szerepeltek, de, de azért szerepeltek, és gondoltuk, hogy valami, valami, értelmük lesz, és aztán hát az hülyén nézett volna ki, hogyha ott meghalnak, igen. Igen, de hogy ez egy ilyen tök jó olyan horrorfilmes. Ez át, az abszolút. Nem, katasztrófa filmes. Igen, ott, a, ott volt az egy ilyen. Így a csúcspontjait volt idéztem. egy ilyen vibe, igen. És az, az nagyon király volt, és akkor persze amúgy akkor említsük meg, még, még, nem a nagy dolgot, a másik, ami nekem vizuálisan nagyon tetszett, a harmadik epizódban volt, hogy a három halt bemutatták, az óriási nagy yeah. újségtő, kongó ilyen Romos, vár. Ez az, annyira jól nézett ki, én azt annyira szerettem nézni, ez egy annyira ilyen izé, király nagy teljesítmény volt, és akkor ugye tényleg volt a negyedik epizód a csata, ami, ami meg tényleg ott voltak ezek a horror pillanatok, ott voltak ezek, hogy tényleg ez a, ez a mindenki szenved nagyon szarott lenni, és hogy nagyon-nagyon nagy szívás, és hogy teljesen kilátástalan, és hogy akkor még ott még ugye bekeverik ezt a hülye izé, kisebbségi komplexusát az Egonnak is, az Emonnak ezt a, ezt a végtelen őrületét, yeah. és akkor még a, a Réniszt is beledobják, hogy akkor ő ő lesz itt a, a hős, a hős, elbukik, és ez egy, az egy rohadt izgalmas rész igen. volt. Amikor, hát az volt tehát, a csúcspont, ez... igen. Hát ebből a szempontból, hogyha hogy szeretjük, a, hogyha tényleg ez egy háború sorozatként akarunk rá tekinteni, akkor ugye ez volt így a legnagyobb volumenű akció. Igen, igen, tehát a, igen. Az évadban viszont, le, ami, hogyha nem is sok, akkor legalább legyen jó, és amúgy jó volt. Ja, az jó volt, az tényleg egy, az egy kifejezetten jó. És ugye a Rénisnek is, hogy ez így paraszt volt, hogy ő ugye mindig ő az, aki izé áldozatot hoz másokért, és hogy ez így benne volt, és hogy tényleg az Émond is Émondként tudott viselkedni, és ugye tényleg ott, a, amikor ott megtalálta ugye az Egont, én reméltem, hogy ott az Ego meghalom úgy. Én is. De de sajnos nem is hogy ott, amikor állt ott fölötte a, az Émondot kivont kardes, és megölöd, 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 megölöd lesz. Én is azt Sajnostam, hittem, nem. sajnos nem. És segfej Igen. Ja, hát ez nem a... Lehet, hát ilyen sosem lehet, volt királynő, most már sosem lett királynőnek hívják. Mm. Most már nem is lehet, igen. Ami egyik nagyon tetszett nekem abban az epizódban, az, ahogy, az, az, ahogy a sárkányokkal való kapcsolatukat bemutatták. Ott ugye az égonnak is, ahogy összebiccentettek a saját sárkányával, ahogy a Mélisszel is ugye ö, útra kell, tehát hogy azok, azok, olyan, nem tudom, olyan igazi karakterré tették a, a sárkányokat. Ja, ja, ja. Hát meg amikor ugye a Renira megtalálta ugye a a, a lúknak a, a holttestét, és akkor ahogy ott ugye szenvedett a parton a Renira, ott a sárkány is ugye átvette ezt az egészet. Tehát, hogy, hogy tényleg volt egy ilyen szimbiózis közöttük, volt valamiféle ilyen ö, valamiféle kapcsolat, Sárkány és lovasa között, és amúgy erre szükség is van, szerintem egy kicsit olyan megfoghatatlan ez, hogy most és a sárkány az kit, enged, kit kit miért nem enged, mi a problémája, mit tudom én, meg hogy ugye többféle gazdája is volt, és hogy talán így, nem is tudom, valamilyen lórizéből kiderült, hogy talán a, most a fattyak is, akikhez kerültek a sárkányok, azoknak valamelyik felmenőjé volt korábban ez uh -huh. a sárkány. Uh -huh. És azért fogadta el például a vasának az ulfot, ez meg a, a Hوت. Az a Hugh. Vagy az Edemes, igen. 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 Jó. Srácok, van még valami, amit szeretnétek hozzátenni? Sirin, még egy kicsit köpködni, vagy kicsit hmm. feljebb menni a sorozatot? Nem, nem vagyok én azért olyan. És semmi épületeset, maximum annyit, hogy ami a Breaking Badnek volt a Better Call Saul, a Trónok Harcának ez a Kriston Call Na, azért én mondom, hogy semmi épületeség, Jó, szóval. nem majd kaptunk szó én értékelem. Ó, és közben megérkezett a, a, a fénykép most már, ezt azért, hogy ja. még reagáljunk adásban. Hol, hol? A én nem látom. A Facebookon Szenjában. elküldtem. Ja, ja, ja. Peter Dinklage mint oh, Trinity. Is Igyekezett. Igyekezett az éjjáj. Azt a minden. Hát, ettől megálltam a növésben, mint Peter, Dinklage. Úristen. Elküldöm, ezeket elküldöm Fredinek, és berakhatjuk a csatolmányokba valahogy valami kép feltöltővel, jó? Tehát, hogy ez, e, e, ezt, ezt látom. A harmadik, a harmadik képet szeretném majd. Ne, ne, nekem is az a legnagyobb. Amúgy. Uh, jó, hát akkor beköszönt az éjjel is, a Matrix referenciánk is volt. Szerintem ez egy. ez Egy, egy teljes értékű uh, adás volt. Igen, igen, igen. Ez, ez egy remek lezárása volt ennek. Uh, el fogjuk küldeni ezt a, a Maxnak is, hogy csinálják a sorozatot, egy jó kis crossover cross mert. crossover lehet igen. Mind a kettő Warner port Így van, amúgy, így van. Úgyhogy úgy, amúgy megtörténhetne de mindegy, ez majd a következő LEGO movie-ban esetleg felhasználják. Na mindegy. Akkor nagyon-nagyon szépen köszönöm a részvételteket, kedves Gábor és kedves Sirin. Köszönjük. Értékes adást hoztunk össze. Köszönjük a beszélgetést! Kedves hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, és hát figyelj, bár, bármilyen gondolatotok van, akár ilyen ábaszolt crossover, akár arról, hogy ki a rossz színész, ki a jó színész a sárkányok házában próbáljuk már előzni a könyve spoilereket, mert én, én, el szoktam olvasni a kommenteket, de nagyon félek ezektől mindig, hogyha olyanról beszélünk, aminek már van könyv folytatása, mert le, van, aki ezt nem fogja kibírni, hogy úristen el kell mondani, és mit tudom én, ami nagyon vastag spoiler megjelölése, tehát mit te én írjátok aki hogy spoiler, sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok új sor, és írjátok, és akkor esetleg úgy leírhatjátok, amit gondoltok, és nem basszátok el azoknak a szórakozását akik még nem olvasták a könyvet, és mondjuk szeretnék megtapasztalni. Én sajnos így is belefutottam egybe, ezt nem fogom elmondani, mert az még nem történt meg, Üh, és nagyon-nagyon major spoiler, és nem akarom, hogy ez más is ilyenbe belefusson, úgyhogy tényleg lehet beszélgetni, de csak észszel. De legyetek azok a srácok, akik beírják kommentbe, úgy, hogy már olvasták a könyvet, hogy hm, szerintem tök logikus lenne, hogy az történne, hogy... igen. Igen, meg hogy, 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 hogyha mondjuk valami másképpen történt egy, egy már meglévő esemény, összehasonlítjátok mondjuk a könyvet így a, a sorozban megtörtént dologgal, az amúgy rendben van. Csúnapnál uh, is ez volt a policy, szerintem itt is ezt be lehet vezetni, vagy itt is lehet ezt alkalmazni, és akkor próbáljuk tényleg még csak utalás szintjé, meg hogy szerintem ez nem spoiler, hogyha már valami le, valamihez ez ki kell kötnöd, hogy szerintem ez nem spoiler, az spoiler. Igen, igen <laughs> Úgyhogy, úgyhogy uh, mindig gondolkodjatok, és hogyha tényleg ezt így be akarjátok vanni, hogy szerintem ez nem spoiler, akkor, akkor ne írjátok meg, töröljétek ki, majd a következő évad kibeszélőjénél lehet, hogy valószínűleg lesz ilyen, ott akkor majd leírhatjátok. Úgyhogy akkor tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Uh, akkor tényleg a részvevőknek és a hallgatóknak fogunk még találkozni. Uh, ha más se nem, akkor a hatalom gyűrűi az tényleg indul jövő hét után. Jövő héten? Á, Jövő héten már? van. A jövő héten így van, tényleg jövő héten már indul a Hatalomgyűrűi, azt hiszem egy epizóddal, tehát itt igen, két epizódos premiér lesz, és akkor abból biztos, hogy lesz kibeszélő, meg még sok-sok más projekt azért fut, számozott filmbarátok is biztos lesz. Gergő nekem azt mondja az appom, hogy három epizóddal fog indítani 29-én. Tényleg? Aha. Nem vesznek, izé, lehet, hogy nem én is, mint hogyha ezt, azt tudtam, vagy úgy láttam hogy egy, de akkor... De lehet, hogy ezt téved, amit most nézek, de világ három epizóddal indít, és utána hetente egy-egy-egy. Uh -huh. Mert én most csak az IMDB-t néztem itt a második. Ott évvel. egyet a 29. mutat. 29. az első, Igen. második. Szeptember 5. És akkor úgy van írva. Itt de... egy, Van, aztán meglátjuk. Ja. De mindegy. Én fog én derülni. Mert hogy nyolc 8 részes lesz, igen. Jövő héten biztos ki fog derülni. Igen, így van. akkor legkésőbb, úgyhogy tényleg legkésőbb le ez a, ez a trió összefog azzal Az majd valamikor a október fenni. második felében legközelebb. Ja, de, de addig is azért még beesett pár hogy Be, persze. Úgyhogy, e, akkor még mindenképpen fogunk találkozni, és akkor hát további szép napot, szép estét, jó reggelt, bármilyen napszakban is ezt hallgattál. Ahogy és akkor Truman mondaná, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.